Üdvözöllek a BMW-ben, Magyarország első és egyetlen sorozat terápiáján, ahol senkit sem szeretnénk kikúrálni, sokkal inkább tágítani a popkulturális teret, és megismerni olyan dolgokat, amiket színesebb tehetik az életünk, mert a mai volt inger környezetben kell egy hely, ahol segítenek el navigálni a hatalmas kínálatban. A mai adás Firenzéből jelentkezik. Ugyan, csak vicceltem. Viszont e a tartalom. A mai adásban szó lesz a Modern Veszterekről, 1883 versus Walker Independence. Izgalmas új sorozatokról, mint a Company You Keep, és új epizódokról, mint például az Így jártam a a Flashman bajban van, és persze a Mandalóri. Tarts velem ma is a következő bő egy órában, popkultúrára fel! A következő műsorszám meghallgatása mindenki számára ajánlott. Együttműködő partnerünk a Kultri.hu, Magyarország első digitális képegény platformja. GNE Brand New Voice van valami megnyugtató és megmagyarázhatatlan abban, hogy milyen az, amikor egy sorozat árasz magából egy érzést. Amikor csak meglátod a trélerét, és már is olyan széles a mosolyod, hogy arra szavak nincsenek. Van az a sorozat iszonyatosan ritka, olyan ritka, hogy, hogy semmi sem lehet hasonlítani, amit, hogyha meghallod a nevét, vagy meglátod a szereplőit, egyszerűen mosolj csal az arcodra. Tök mindegy, mi történik, még hogyha néma is az egész előzetes, akkor is azt fogod érezni, hogy wow, le vagyok nyűgözve. És nekem halálpontosan ez volt az érzésem. Ugye az elmúlt két hétben kijött egy teaser, ahol bejelentette az Apple TV Plus azt, hogy mikor fogja bemutatni az új évadot, és most pedig az elmúlt héten kijött egy zsírú előzetes. Ha jól emlékszem, bár nem biztos, hogy dologra jól emlékszem, de ha jól emlékszem, akkor az új előzetesben, a hosszú előzetesben, ott a Rolling Stonesnak a You Can't Always Get What You Want, című szerzeménye szólt, ami gondolom mondanom sem kell, hogy ez mennyire alapmű. A másik előzetesnél, ami, ami számomra egy gigantikusan meghatározó dolog volt, mert szerintem az egyik létező legjobb teaser volt, amit tökéletesen, hangsúlyozom még egyszer, tökéletesen kifejezi azt, hogy milyen is a sorozatnak a, az atmoszférája, a hangulata, a szellemisége, a gondolkodás módja, és mi az az érzés, amit az emberek számára szeretne árasztani, nevezetesen az ugye a believe, vagyis hogy higgy. És a hit, hogy mennyire fontos, és nem nyilván, nyilván most itt nem a szó szerint értelművet Jézus és társai hitre gondolunk, hanem abban, hogy higgy magadban, higgy abban, hogy elérheted a céljaidat, higgy abban, hogyha közösen küzdötök valamiért, akkor ez igenis összejöhet. És ez a gondolkodásmód, amit én nagyon-nagyon szeretek benne, és itt ugye pedig a szerzemény, ami, ami azóta megszállotta a hallgatók, No Stop KB, az nem más, mint Frank Turnernek Turner egy nagyon-nagyon régi szerzeménye, több mint tíz éves, az I Still Believe című dal ez szerintem most nekem 2023-ban ez lesz az évdala. Nekem <laughs> most nagyon, nagyon, azt érzem, hogy, hogy ez a teaser, amit mi kaptunk a Ted lasso az olyan szinten becsábított, hogy ez, ez lett az új mantrám, ez, ez a dal, és hogy igazából, igazából tökéletesen jó, mert, mert tényleg ugye a dal és maga is arról szól, hogy olyan kis dolgok az életben, mint a rock and roll, azok mennyire jobbá tudják tenni a világot, és mennyire boldogabbá tudnak tenni bennünket, meg társaik, és tulajdonképpen ezt csinálja Ted Lasso is, és ezért volt tökéletes választás. Ugye a teaserben, amit mi láttunk először, két héttel ezelőtt, abban kb. annyi volt, hogy mindenki fölírta ezt az egy szót, hogy higgy, meg hit, a, vagyis hogy believe, a, a, kis, kis lapokra, és mindenki saját stílusában. És annyira, annyira zseniális volt, apróság, apróság megint, de annyira zseniálisan tökéletesen meg tudta mutatni minden egyes karakternek a kiírása az, hogy milyen személy is ő valójában. És hogy miért szeretjük ő annyira ezeket a karaktereket, miért vágyunk vissza annyira Ted Lasso világába, mitől lesz annyira különleges ez a sorozat a számunkra. Szerintem ez, ez egy iszonyatosan jó dolog, mert ez baromra kevés produkció tudja egyébként megtenni, csak úgy alakadjam meg. Aki meg tudja tenni, az igazából nem tudom, meg ki volt ez, aki utoljára meg tud tenni. Nálam egyértelműen Vine on volt az utolsó sorozat, amit azért néztem, mert hogy feel good. Gagyi, szar, meg minden egyéb jelzővel lehetne illetni a Wynonna de az az egy dolog nem elvehető tőle, hogy iszonyatosan feelinges, iszonyatosan él, él, látod rajta azt, hogy élvezik a szereplői azt, hogy mit csinálnak. Ugyanaz volt a Schitt's Creek is egyébként, tehát nem csak a Wynonna volt, a Schitt's Creek is ugyanaz. Egyébként egy kapta fáról származnak, hiszen ugye azért a, a mikis kis, mi kis um, emberkénk az ugye megfelel, megfordult Schitt's Creeknek az első évadában, meg, meg hát ugye vannak itt még átjáró dolgok, meg minden, Szóval érted a lényeget, amit mondani szeretnék, hogy, hogy egyszerűen van valami olyan különleges dolog, amikor, amikor azt látod, hogy a szereplők élvezik, amit csinálnak, egyszerűen olyan pozitív üzenete van. És azért a Tedla szóra nagyon sok minden elmutató, de az, hogy százszerzelőké pozitív sorozat biztos, hogy nem, mert nagyon-nagyon komoly, mély fájdalmak és érzelmek lapulnak meg a felszín alatt, de valahogy mégis olyan ez a sorozat, ez a tízrészes szezon általában, mint, mint egy terápia és ezért imádom annyira a Ted Lasszót, és ezért esett annyira jól, amikor két héttel ezelőtt láttam ezt a, az előzetest, és ezért imádom annyira az I Still Believe című szerzeményt Frank Turner-től, mert, mert, egyszerűen tényleg visszaadja az emberben a hitét. Visszaadja, abban, visszaadja azt az érzést, hogy igenis érdemes küzdeni, igenis nem szabad feladni, igenis minden jobb lehet. Csak hinnet kell benne. És ez az az üzenet, ami szerintem nagyon-nagyon megfogott engem. És most ugye kijött az előzetes, a hosszú előzetes, ezt is kb. minden nap megnézem, amit a kijött, ami most már egy hete lehet. Talán, talán, annyi még nincs, de, de, azért jó pár napja már kijött. Március 15-én érkezik egyébként a harmadik évad a sorozatnak, amiről úgy hírlik, hogy valószínűleg az utolsó is lesz. Én szeretem, hogy utolsó legyen, de közben nem szeretném, hogy utolsó legyen. Szeretném abban a szempontból, hogy akkor a csúcson hagyhatná abba a sorozat, meg nem szeretném abban a szempontból sem, hogy hát nekem baromira hiányozna. És azért a shrinking bármennyire is szeretem, és bármennyire is jó sorozatnak tartom, és bármennyire is Ted érzem. Bizonyos értelemben Véve. nem ugyanaz. Nem, nem árad belőle ugyanaz a félgúcság. A Ted Lasson nagyon sokakat el tud tántorítani azzal, hogy úgy néz ki, mint valami foci sorozat, pedig nem, igazából a foci az csak egy eszköz. Egy eszköz, mert a sportnál nincs jobb eszköz. Ugyanúgy, mint hogy én nagyon-nagyon szerettem például a Mi vagyunk a Medvék című könyvet, vagy a folytatását, az egymás ellen, A, harmadik részét még nem jutottam el, de ami később az nem múlik. Majd miután visszajöttem, de nem mindenféleképpen el fogom olvasni. Szóval lényeg a lényeg, hogy a sport az tényleg egy remek eszköz. Remekül meg tudja mutatni azt, hogy mit tudsz elérni a közösséggel, meg tudja mutatni azt, hogy milyen az, amikor egy közös célért küzdesz. És ezért jók a csapatsportok, és ezért tartom olyan sokra. És igen, én, aki lenézem a focit, és aki egyáltalán nem néz semmiféle európai gurulós, labdarúgós futballt, még én is imádom, és még én is, én is szurkolok Richmondnak, és, és egyszerűen az az érzés, ami, ami árad belőled, amiközben nézed a Ted Laszót, az, az egy megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan dolog. És totálisan ezt éreztem már csak az új trailernél is. Egyszerűen ott vagy, látod, megtapasztalod, és boldog vagy tőle. Egyszerűen, oké, okay, tehát nyilván ezért kell -e ez a You Can Always Get What You Want a Rolling Stones-tól, hogy, hogy megteremts a hangulatot. De nem ezzel teremti meg a hangulatot, hanem azzal, hogy meglátod ezeket a karaktereket, és tudod, hogy kik ők. Nagyon-nagyon jól tudod, hogy milyen személyiségük van, nagyon-nagyon jól tudod azt, hogy mire képes az adott karakter, és ez téged boldogsággal fog tudni eltölteni És szerintem ez a kulcs ebben az egész történetben, hogy, hogy muszáj, hogy legyen benne valami, ami más, mint, mint a legtöbb esetben, vagy más, mint, a, mint ahogy megszoktuk. És, és, ez szerintem abszolút egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon ami fontos. A Ted Lasso képes erre. A Ted Lasso egy trélerével képes arra, sőt, igazából még egy tízerével is képes arra, hogy az ember életét bearanyozza, felvillanyozza a hangulatot. Egyszerűen olyan, olyan szintekre léptessen el, amit, amit elfelejtettél. Például, ha belegondolok, tavaly nem volt új Ted Lasso epizód, meg évad sem. Viszont az előző évben meg volt, most nem emlékszem, hogy pontosan mikor láttam, mert lehet, lehet hogy én szerintem tavaly év végén néztem meg, mert valamikor, valamikor mint hogyha úgy úgy abitett hogy 2022 elejére átcsúszott volna, de hát 2021 végén láttam már, a fene sem tudja, mindegy, minden esetre, minden kifutott az évad. Idén, idén nem fogom elkövetni ezt a hát, hibának nem nevezném egyáltalán, de, de idén, idén tényleg ez a heti, heti menet, menetrend lesz, mert nem fogom, nem fogom kibírni én 10 hétig azt, hogy, hogy ne lássak úgy, de lasszút, az tud biztos. Úgyhogy, úgyhogy, biztos, hogy minden héten beszélek majd a Ted lasso is. De lényeg a lényeg, hogy, hogy tavaly ugye nem volt új szezon, és tavaly az életem egyik legrosszabb éve volt nagyon sok szempontból. Brutálisan kégettem magam, amire szavak nincsenek. Viszont 2023 egyelőre nagyon-nagyon ígéretes évnek néz ki. Egyszerűen totálisan olyan, mintha kezdene előjönni egy olyan oldalam, egy olyan énem, ami, ami eddig nem volt jelen. És nyilván nem a Ted lasso köthető, meg nyilván nem a Ted lasso köszönhető. Csupán azt mondom, hogy az az év, amikor van Ted lasso, akkor valahogy az élet is jobbnak tűnik. Mondom mindezt úgy, hogy a Covid idején indult el <laughs> a sorozat, de, de pont, pontosan ez, a, ez volt a sikerének és a kulcsa, hogy 2020-ban, amikor ez elindult, a Ted Lasso az Apple TV plus akkor gigantikusan nagy kedvencé vált mindenkinek, mert pontosan azt a reményteli sorozat volt, amire az embereknek azon a ponton szükségük volt az életükben de szerintem ennél sokkal többet tudott nyújtani, már az első évad is, de a második mindenféleképpen. Tehát a második évad az, az engem, nekem annyira nem jött be, mint az első, miközben sokkal mélyebb volt, sokkal komolyabb volt. Viszont az a csavar a végén, az, az, egy olyan dolog, amit az ember nem fog a büdös életben elfelejteni. Körül, körülbelül ugyanaz, mint ami a Good Place-nek az első évadának az, az, utolsó epizódjaiban volt, ugyanaz egy kapta fára menő dolog, abból a szempontból legalábbis mindenféleképpen szerintem, hogy nem tudod elfelejteni, és egyszerűen nem tudod túlteni magad rajta. Hiába láttad már médiószor, hiába tudod, hogy mi fog történni, hiába vagy felkészülve rá, egyszerűen durván sokkoló. És a Good Place-ben szerintem sokkal könnyebben kitalálható volt, mint itt. Pedig, pedig, ez a durva, hogy épp néztem egy videót a, a héten, hogy miért annyira zseniális a Ted és ott ugye pont azt mondták, hogy azért, mert itt van egy setup utána van egy emlékeztető valamikor, és utána pedig van, van, egy olyan dolog, ami, aminél azt érzed, hogy kifizetődött az egész, tehát a payoff. És belegondol az ember, akkor tényleg ezek, a dolgok, ezek megvannak benne, mint ahogy egyébként a legjobb sorozatokban alapjáraton megvannak, sőt, igazából így építesz fel egy poént is. Hogy először csinálsz egy setupot, utána egy emlékeztetőt, és utána pedig megvan a payoffot. Viszont ugye ez, ez mind, mind a három dolog megtörténhet egy epizódon belül is, meg megtörténhet egy szezonon belül is, sőt, megtörténhet úgy is, hogy az elsőban csak elhinted a magját ennek az egésznek, tehát, tehát megvan a setupod. A második évadban újra elő, emlékezted a ránézőt, a harmadik évadban meg egyszerűen megkapod a, a kifizettséget érte. És erre tökéletes példa volt az, ami a Danny történt, ugye amikor ugye rúgja a szabadrugást és a kutyával, hát ugye mi történik, és akkor ugye a második évadban meg van egy olyan epizód, ahol meg újra a szabadrugást kell rúgnia, csak ugye előtte meg ugye volt az, hogy a új kabalállatot sikerült kiválasztaniuk a a Richmondnak, és, és hát ugye ez, 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 a három dolog így együtt összete, összetett egy zseniális sztoriarkot, egy zseniális karakter pillanatot, vagy karakter momentumot épített fel. Ezek azok az apróságok, amiket az ember igen szereti. Csak szerintem ennél sokkal többről szól a Ted Lasso, sokkal több okból kifolyólag imádjuk. Egyrészt árad belőle. Egy olyan dolog, ami nem tanítható, ami nem tanulható, ami egyszerűen nem megmagyarázható. Ez egyrészt nem is, nem is feltétlenül kémiával magyaráznám meg, hanem egy feelinggel. A feelinget meg tudod teremteni de nagyon sterilnek tűnik. És vannak olyan sorozatok, ahol, ahol tényleg azt érzed, hogy feelinges is lehetne, mint például az így jártam apátokkal, de valamiért mégsem annyira feelinges, mint mondjuk az így jártam anyátokkal volt. Nagyon más az érzés, pedig igazából nincs olyan nagy különbség a kettő között. És mégis, mintha egy világ választaná el a kettőt, nem csak hangulatában, de, de atmoszférájában, karakterében, minden egyébben. A Ted Lasso esetében körülbelül ugyanez a titú, szerintem, mert, mert tényleg az a ritka sorozatok egyike, ahol megteremti a feelinget. És az első két év során végig meg volt ez a feeling. Tök mindegy, hogy pozitív vagy negatív irányban mozdult el a dolog, tök mindegy, hogy mennyire eljött be az embereknek éppen az adott történetszel, egyszerűen mindig megvolt benne a feeling. És a feeling az, ami miatt nézett. Tehát például az, amikor ugye nézed ezt a belíves tízert, a dátumbejelentős tízert, akkor, akkor, és ugye egyszer csak Ron felemeli így a, az éjtős, és azt mondja, hogy <laughs> hát akkor tudod nagyon jól, hogy milyen ez a karakter, és hogy miért imádod annyira ezt a karaktert. És igen, az ilyen apró pillanatok azok, amik, amik szerintem hozzájárulnak ahhoz, hogy egyrészt ezek a karakterek, ezek emlékezetesek maradjanak, ezek a karaktereket úgy érez, mint a legjobb barátaidat, vagy éppen a családtagjaidat. És az, hogy a Ted Lasso annyira közel tud kerülni az emberekhez, pusztán azzal, hogy emberi. És ez a kulcs, hogy nem nagyon készülnek ilyen szintű emberi sorozatok. A Ted Lasso szerintem az egyik létező legkülönlegesebb sorozat jelenleg a televízióban, és én iszonyatosan boldog vagyok annak, hogy március 15-én visszatér, még akkor is, hogyha nekik legalább összeült a március 15, ha már a nem, aki csak március 16-án fog visszatérni a Sky time ra de biztosra veszem ott, hogy meg lesz egyébként második évad is. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy én nagyon-nagyon izgatott vagyok a Ted Lasso miatt, iszonyatosan jó volt ez a teaser, meg a trailer is, és egyszerűen tényleg minden nap megnézem csak azért, hogy feldobja a napomat, és hogy jobban induljon az egész. Úgyhogy indi is te is a napodat tedd a Ted szerintem ez egy jó tanács. Szia kedves hallgató, te most épp a GA Brand New Voice hallgatod, ahol a bevezető mindig hosszabb, mint bármi más az adásban. És egyben Magyarország első és egyetlen sorozatterápiája, ahol senki sem szeretné kikúrálni, sokkal inkább arra rábuzdítani, hogy nézd minél több Ted mert az életed egy sokkal boldogabb hely lehet tőle. Pusztán attól, hogy nézed meg persze nagyon sok minden másról is. Egyébként a mai adás egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz, ugyanis amíg én vagy a hasama süttetem valahol Toszkánában, egész pontosan Firenzében, addig, vagy, vagy éppen, vagy éppen rongyázok benne, elnézve az időjárás előrejelzéseket, ami nem éppen a legbiztatóbb dolog a világon. <kül> hát igen, ilyen az én formám. Egyszer költöm, egyszer, egyszer utazok egy tíz év után Olaszországba, és nyilván egyszer, egyszer dobom ki az egész fizetésemet erre az útra. Nyilván olyankor fog esni az eső, és olyankor lesz szar minden. Hát ezért nem szoktam utazni egyébként, meg ezért nem szoktam elmenni szabadságra sem, mert mindig, mindig megszívom, minden egyes alkalommal megszívom, amikor, amikor ilyesmire betemedek, úgyhogy nem éppen a leg, legjobb dolog részemről elmenni egyébként Halidére, viszont viszont vannak azért pozitív dolgok és mint például az, befejeztem a Berserkert, ami ugye Keanu Reevesnek volt a képregény sorozata, yay! Hát mit mondjuk, az utolsó 50 oldal az Érdekes, érdekes, érdekes volt, érdekes volt. Egyszer, egyszer fordítottam és írtam be, úgyhogy nekem végképp egy nagyon-nagyon intenzív élmény volt. Egy nap, egy nap alatt csináltam meg az 50 oldalt, ennyire sokat beszélnek benne, hogy, hogy 50 oldalt meg tudtam csinálni belőle egy nap, úgyhogy mellette dolgoztam 8 órát. Érdekes, érdekes nap volt, és, és egyébként tök normális időben jutottam egyrészt ágyba, másrészt meg volt időm arra, hogy megnézzem az új Flashman bajban van a Mandalorit, és az így jártam a pátokkal is, hogy, hogy beszélni tudjak róluk a mai adásban többek között. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból szerintem tökre érdekes volt az, hogy hogyan is alakult ez a nap, meg hogy hogyan is ültek el ezek a dolgok, mert, mert tényleg egyébként érdekes volt a perszerke. Tehát meg, meg voltak benne ezek a pillanatok, nem hittem volna egyébként, hogy ez lesz a befejezés, nem hittem volna azt, hogy erre megy ki a játék. Az, hogy szetapoltak valamiféle folytatást, az nem lepett meg egyáltalán. Az, hogy én szeretném-e olvasni a folytatást, az már teljesen más kérdés. Hát, hát még az, hogy ki szeretném-e adni a folytatását, az, az már megint egy teljesen más kérdés. Szerintem egyébként nem volt rossz sorozat ez a Berserker. Majd, majd egy kicsit többet beszélek róla a megjelenése környékén. Most nem szeretném feltétlenül ezzel húzni az időt, mert tényleg nagyon sok témám van. Viszont, viszont annyit elmondani kerül az utolsó 50 oldalról, hogy egyrészt 50 oldal. tehát <laughs> tehát, teh, teh, több, mint egy dupla szem, és azért, azért, elég sok minden történik benne. Tehát azért megvannak azok a katartikus pontok, amiknek meg kell lenni minden történetben, és valahol igazából kiszámítható a vége, mert, mert az, legyünk őszinték, tényleg kiszámítható a vége, de valahogy megközben mégis egy olyan tökre jó kis feeling árat ebből az egész cuccból. Egyébként, egyébként, nagyon fun fact, ezt, ezt, most csak nagyon fun fact mondom el, csak egy gondolat erejéig, hogy imádom azokat az oldalakat, amikben nem nagyon beszélnek, mert amikor beszélnek, akkor az olyan rengetegnek érződik, hogy, hogy ott, ott elidőzök egy órát kb. Jó, azért, azért annyit nem, de mit tudom én, egy ilyen 20 percet biztos, hogy elidézzük, mert minden egyes buborékot meg kell változtatni a méretét, minden egyes szöveget át kell fogalmazni, minden egyes szövegnél át kell gondolni azt, hogy biztos, hogy ez a legjobb módja annak, hogy ezt a dolgot kimond, biztos, hogy ezt így kéne megfogalmazni, meg biztos, hogy ezt így kéne megtörténni. Id időnként tényleg egy rémálom tud lenni, de hát ilyen ez a show business, és ezért szeretem, és ezért csinálom olyan lelkésem mind a mai napig, mint, mint amennyire csinálom ezt már amennyire szájkisnak nevezhető, még a szénponton van. Szóval a mai adás egy iszonyatosan izgalmas adás lesz, terveztem egy Casey Bolois, um, hát portrét, ha úgy tetszik. Na, most ez nem fog megtörténni a mai adásban, ugyanis rájöttem arra, hogy baromi sok sorozat van, amiről szeretnék beszélni, és mivel ugye ez egy ilyen idézőjelesen általánosan csak konzervadásnak nevezett dolog, ezért mindenféleképpen inkább ezekről a produkciókról szeretnék beszélni, úgy, mint például a modern veszterekről, amik a ugye, a mai címnap sztorinkba fognak bekerülni. Aztán a Flashman bajban vannak, és ki a harmadik része már a Disney plusz-on erről mindenféleképpen szeretnék beszámolni, mert ez egy érdekes FX-es regényadaptáció, úgyhogy érdemes beszélni róla, úgy érzem. Aztán elindult Miró Ventiligmának is az új sorozata, a The Company you Keep, úgy volt, hogy megnézem a második részét is, Hát az, hogy úgy volt, meg hogy valaki elfelejtette, <coughs> az, az már egy két másik történet. Illetve ezeken kívül pedig az így jártam apát pátakoron mindenféleképpen szeretnék beszélni a mai adásban. végzetül pedig több mint valószínű, hogy a Mandalorian-val fogom zárni ezt a mai adást, mert azért annak is elindult a harmadik évada, én meg voltam olyan eszelőse, hülye, hogy megnéztem és hát mivel ha már egyszer megnéztem, akkor már szerintem célszerű lenne beszélni róla, és mindezzel, szeretnék szeretném befélni a következő egy órába. Hát, ja, good luck with that. Nagyon-nagyon <laughs> röviden dióhelyben. Ezeken kívül egyébként viszonylag nagyon kevés dolgot láttam. Eljutottam a Hazatalázban a 21. részig, végre csattant egy csók, Na, azt már nagyon vártam, azt lesz, amit tovább sem tudom, hogy mi az Isten történik, mert borzalmas ez a szappanopera, egy, egyszerűen tényleg katasztrofális érzéseim vannak vele kapcsolatban, de úgy, 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 az ember úgy el van vele, mert, mert háttérzajnak úgy, 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 úgy okay. oké. Plusz, Plusz, plusz igazából nekem azért is szimpatikus a hátérzajnak, mert legalább hallgathatom Törőcsik Franciska a hangját, ami mindig örömteli. Úgyhogy, úgyhogy ennyi pozitív volt, és kimerült ez az egész barzalmasan bar 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 katasztrofális dolog. Frasierben eljutottam a 16 vagy 18. részig, imádtam ezt az epizódot egyébként, amit utoljára láttam. Val valószínűleg ennél többet nem fogom megnézni, viszont pokolni megvesztem ezért a részét. Ugye ez volt az a rész, amikor ugye hát, hogy mondjam, tehát um, nice, kicsit érzékelteti azt, hogy a házasság eléggé nagy válságba került, és ugye Fraser kér tanácsot, aki Rostól kér tanácsot, hogy hogyan tudná feldobni a házasságot, és hát ugye eljutunk arra pontra, amikor, <coughs> hogy mondjam, egy szemkötőt visel, ve bebújik Nice a szekrénybe, és hát ugye nem, nem Maris talál rá, hanem, hanem a bejárónő, vagy, vagy mi az Isten, és hát ugye Maris rajta kapja őket, és azt hiszi, hogy ott történnek dolgok, és amit ugye kidobja a Nice-t, aki totálisan kétségbe esik, majd ugye Maris elmegy egy egész a másik városba, rokonaihoz, ő, ő, pedig, ő, pedig, ugye otthon, otthon siránkozik, és Daphne próbálja meg felvidítani, és jön egy bazin nagy eső, és ugye Daphne pedig ott van Nice-nál, és ott ragad éjszakára, mert hogy ugye van egy bazin nagy eső, frazier meg el kell oda mennie a nagy esőbe, hogy megállítsa Nice-t, mielőtt bármi olyan dolog tudna történni, ami ...nek nem lenne szabad megtörténnie. És, és, önmagában ez a story, önmagában ez, a, ez az epizód szerintem egy iszonyatosan zseniális rész volt. Mondom mindezt úgy egyébként, ja, egyébként ha már Frasierről beszélünk, akkor mindenféleképpen szerintem említsük már meg azt a tényt is, hogy Beben visszafog vissza fog térni létszerepében, akit ugye mi a Cheers-ben ismertünk meg, és hát ugye később Frasier-nek a felesége lett, később pedig ugye elváltak, és ugye itt is a 15. -dik, 16. -dik, vagy 17. nem tudom, 15. és 17. rész között, ott pedig vendégeskedett, miután megtalálta a az egy évvel ezelőtt megírt levelét, amit valahol talán a szekrény mögé került be, vagy, vagy éleszekrény mögé, vagy valami és mi helyre került be, és most találta meg. Ugye Fraser itt azt mondja, hogy adjunk neki még egy esélyt, próbáljuk meg újra, bla, 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 És akkor ugye ezért elmegy lényegében Lilith Seattle-be, hogy, hogy adjanak neki még egy esélyt, aztán Fraser meg igazából rájön arra, hogy bármennyire is szeretné azt, hogy újra legyen valami köztük Lilith-tel, és hogy rendbe tegyük a házasságukat, igazából nem biztos, hogy annyira kéne erőltetniük ezt a dolgot, nem biztos, hogy annyira rendbe kéne tenniük ezt a kapcsolatot, olyan értelembe véve. És ami nekem nagyon-nagyon örönteli volt ebből a szempontból, az az, hogy most március elején, vagy, vagy, vagy lehet, hogy február végén bejelentették azt, hogy Batman benne lesz ebben az új, hát Cheers mentes Fraser sequel sorozatban, mert hát végül is ez egy sequel sorozat lesz, hiszen folytatása a, annak, amit mi eredetileg láttunk, ahol egyébként majd ugye elvilegben ö, befogják nekünk, vagy meg fogják nekünk magyarázni, mi történt Seattle, Chicago és Boston között. Hát igen, baromélé érdekel, hogy mi történt abban az elmúlt, vagy ez most már? Szerintem 20 éve, mert 2004-ben ért véget, úgyhogy 20 év durván. Mi történt Fraser crane az elmúlt 20 évben? Érdekes lesz látni ezt a, ezt a Bostonban való visszatérést. És hát ugye nem zárják ki egyébként annak a lehetőségét sem, hogy hogy eredeti frasier szereplők beugorjanak, illetve cheers szereplők is nagyon bízom benne, hogy ez beugorhatnak, mert azért engem baromira érdekel, mi van normal, meg, meg a többiekkel, mert hát, mert hát, igazából, hogy mondjam, tehát én iszonyatosan szeretnék egy olyan, olyan sketchet látni a frasier csak Csak egyetlen egyet ebben a, ebben a szikves sorozatban, hogy Frasier betéved egy bárba, tök mindegy, hogy hova nem kell a cheers lennie, betéved egy bárba, és bemegy oda Norm, és amikor belép, mindenki azt mondja, hogy Norm! Ez esküszöm, ez, ez minden dög legjobb pillanata, amikor, amikor Norm belép a cheers és mindenki normozik, hát az, az, a világ legjobb, legjobb feelinges, leg, pillanata, úgyhogy, úgyhogy, én azért imádom. lényeg a lényeg, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes epizód volt, szerintem ez is, tehát ez, ez a két rész, amikor ugye Lady visszatér meg, amikor Mary's kidobja Nice, ez, ez két legjobb epizódja volt szerintem az első évadnak, nem biztos, hogy humorilag, de helyzetileg, gondolkodásmódilag és minden egyéb mentális és pszichológiai folyamatban. Szerintem ezek voltak a sorozatnak első évadának az eddigi legjobb epizódjai. Aztán még van egy pár rész, úgyhogy bízom benne, hogy lesz, az még jobb is. Hát igen, azért, azért ilyenkor, ilyenkor számít, hogy 15 éve láttam utoljára szerintem ezt a sorozatot kb. Bár, bár, na, nem biztos, hogy 15 éve láttam. Azt tudom, hogy a Cheers 2010-ben néztem újra, azt hiszem. De, tal de talán még egyszer utána is elővettem, csak akkor nem jutottam el a végéig, sőt nem is tudom, hogy meddig jutottam vele annak idején. Na mindegy, um, nekem, nekem továbbra is, hogy Cheers ez egy gigantikusan nagy favoritom, szóval különösebben nagy meglepetés nincs, a Fraser az meg, az meg egy intellektuális kánoán, ha úgy tetszik, vagy ez az intellektuális megkám, <laughs> Talán, ez a még jobb erre az egészre. De csak nézni Fraser t ott van a Sky Show végre elérhető magyarul is. Nem minden része, de, de azért elérhető. Aztán, mi, mi, volt az, amit még láttam? Ja, igen, Batman az animációs sorozatban megnéztem egy-két részt, szintén tovább is paromra imádom, tehát az, amikor felcsendül zene, az imádom. Sőt, igazából van egy olyan rossz tulajdonságom, hogy nem nézem meg, hogy, hogy magyar lesz ez epizód, vagy sem, hanem, hanem hagyom, hogy végigmenjen a főcíme, mert annyira imádom a zenéjét, hogy a oh, legszívesebben éjjel-nappal ezt hallgatnám. Kategóriás zenéje van, úgyhogy muszáj volt. Illetve ezeken kívül pedig ugye meg volt a Lasztavász, amiről ugye beszéltem már a múlt héten. Azért ezen a héten nem lesz Us-os különkérdés, ugyanis nem fogom látni ezt az epizódot, bármilyen meglepő is. Ami nem feltétlenül baj, mert ha jól emlékszem, akkor ugye azt mondták, hogy a 9. rész az megint egy ilyen töltelék uh, jellegű dolog lesz, talán. Bár, bár én ez bízom, bízni benne, hogy talán nem, de na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy ezen a nem látok lesz mint ahogy Pikádot sem látok, ami gigantikusan nagy szívfájdalom, főleg a Pikád részéről. Nézzük a, nézzük a jó oldalát, mint hazajövök, két epizód fog várni mindkettőből. Nyilván a lesz kell előrevenni, mert abból majd kell csinálni ugye egy kibeszélőt, ugye két adásnak lesz majd a következő részben egy kibeszélő, a 7.-8. rész, hogyha jól emlékszem az nem, 8. 9. már volt most. Szóval 8. 9. résznek lesz együtt majd egy kibeszélője, Jéj, és társaik. Illetve ezeken kívül pedig néztem csákokat, nem olyan sokat, mint szerettem volna, három csekkot tudtam megnézni a héten. Tovább is kedvenc sorozatom. Végre Morgan, végre eljutottunk arra a ponthoz, amikor Morgan megtudta csáknak a titkát, és, és is iszonyatosan imádtam. Nyilván ott van az a, az egész Eli és csodálatos konfliktusnak nevezhető dolog, ami igazából nem konfliktusnak nevezhető dolog, de, de én nagyon-nagyon imádom azt a dolgot, amit ott megpróbálnak velük csinálni, mert míg a második évadban érezted azt, hogy tudnak mit kezdeni Elivel és csodálatossal, addig a harmadik évadban azt érzed, hogy nem tudnak velük igazából mit kezdeni, és ezért őket valamilyen szinten megpróbálják kiebb A sorozatból nyilván nem feltétlenül tenne neki jót, meg nyilván nem feltétlenül lenne egy nagyon-nagyon kifizetődő dolog, ha ez megtörténne, de valami szinten megpróbálják őket félreállítani, mert hogy behoztak új szereplőket, például megtudtuk az utolsó epizódban, amit láttam, az, hogy készínek van egy lánya, akiről ő sem tudott még egészen eddig a pontig, és Alex-et pedig imádjuk. Úgyhogy, úgyhogy én már nagyon-nagyon várom azt, hogy izgatottan várom igazából azt, hogy, hogy hogyan fog alakulni, sőt, ugye készít ki, is az utolsó epizódban, amit láttam, úgyhogy, és ez, ez még valahol a tizedik rész környéke, vagy tizenegyedik rész lehetett, valamikor fél évad környékén, brutálisan erős, sokkoló, meglepő, megdöbbentő és egyszerűen fel nem tudt fogni dolog volt, momentum volt, és emlékszem arra, hogy amikor én ezt eredetileg ugye tévében láttam, hát, eredetileg tévében, ez eredetileg letöltöttem és megnéztem a számítógépemen, amit ugye nevezünk most tévének, na akkor is, akkor is totál kikészültem ettől, sőt igazából nem is emlékszem, hogy akkor, akkor mekkora volt a szünet. Mert engem, tudom, hogy megviselt annak idején, de, de most gyorsan rápillantottam, és azt láttam, hogy, hogy nem volt szünet. Ez az epizód után, ami, ami számomra egy totálisan felfoghatatlan dolog volt, mert ugye 2010 januárjában indult ez a szezon, úgyhogy 2009 áprilisában ért véget a második full, full évad, és ez ugye a harmadik évad, ez, ez csak 19 részes volt, ami egy ilyen elég nagy what the fuck szám, de oké. Okay. Szóval ez a, ez a harmadik évad, ez 19 részből fog állni, én a tizedik résznél tartok, ez volt a TikTokos. C epizód, csak a TikTok vagy valami ilyesmi volt talán a magyar címe, ha jól emlékszem annak idején, és, ez ugye 2010 márciusában ment, mert ugye akkor az NBC váltott éppen stratégiát, hogy próbálják meg minimális szünettel, vagy szünet nélkül levezényelni az egész szezont, szerintem egyébként sokkal kivizetődőbb így, amikor, amikor szünet nélkül vannak, viszont ez egy olyan epizód volt, ahol valamire kellett volna, brutálisan kellett volna szerintem az, hogy legyen egy kis szünet, mert hát ez elég, eléggé megviseli az embert egyébként ez a, ez a dolog. De, de ez van. Szóval nagyon-nagyon élveztem ezt a, ezt az epizódot, meg ezt a, ezeket a részeket, amiket láttam belőle, úgyhogy, úgyhogy ez, ez volt, ez, ez, a nagy történés részemről. Az egyébként baromira érdekel majd, hogy, hogy a három, három sorozatom van azt, amiket hetente nézek. Az egyik ugye ott van a, a Last két részt kell megnézni, a Picard, amiből két részt kell megnézni, a Shrinking, amiből valószínűleg két részt kell megnézni. Igen, abból is kettőt kell majd megnézni. Ö, jaj, jaj, jaj. Hát, mire, mire jutok én oda, hogy, hogy így átmapátokat nézek, adokra, abból is két részt kell megnézni, úgyhogy miért nézek én ennyi sorozatot? Nem tudom, de most irány a címlap, mert vár bennünket egy jó sztori. Címlap sztori Modern Westernnek. Imádom a Western műfaját, ez egy kihalt dolog. Sőt, tulajdonképpen a Gunsmoke 21 évadával, ez tényleg vagy 20 évadával kihalt történet volt, az elmúlt, hát jó kérdés, hogy hány évtizedben, mondjuk 3-4 évtizedben nem sok western sorozattal találkoztunk. Igen, és ilyenkor lehet jönni azzal, hogy volt a Deadwood az HBO-n, ami azért egy elég meghatározó sorozat volt. Persze, 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 csak um, fogalmazunk úgy, hogy ez még a pre-internet korszakban volt, többé-kevésbé. mert nyilván, hogy ez nem igaz, de, de azért a Deadwood az egy, az, egy, az egy HBO szintű sorozat volt, szerintem. És um, hát az idős szintű sorozatok azok, nagyon nagyon nagy más kategóriában voltak, voltak annak idején, ugye a 90 es évek közepétől, egészen valahol bizonyos értem mind a mai napig, úgyhogy más napon kell őket emlegetni ebből a szempontból, olyanok egy kicsit, mint, mint a mozifilmek versus TV azokban az időkben. Deadwood egy teljesen más sorozat volt, teljesen más hangulat, stílus. Az, és sőt, ha jól a Deadwood film, az, az fönn van az, a Sky Show time on Deadwood sorozat meg talán az HBO Maxon, mindegy komplikált ez a sztori. Mindenesetre baromira, baromira jó western sorozat volt, viszont azóta nem tudok megnevezni, hogy Isten igazából egyetlen western sorozatot sem, ami szó szerint értelmevett western sorozat volt, pedig, pedig volt, volt néhány, volt egy-két próbálkozás, egy-két jobb próbálkozás is, de, de egyik sem feltétlenül az a nagyon-nagyon megmarad az ember emlékezetében jellegű dolog volt. Ami, ami számomra, hogy a Western jegyében megmaradt, az talán a, azok a modern vesztennek, amik igazából se nem vesztennek, se nem modernek, csak valamiért megvannak benne azok a zsáner elemek, amiket az ember szeret ráaposztrofálni erre a médiumra, erre a műfajra, és ennek tudatában úgy érzed, és még egyszer itt ez a kulcó, hogy úgy érzed, hogy, hogy ezek a dolgok ezek így helyükre tudnak kerülni, illetve hogy, hogy ezek a dolgok úgy összállnak, ahogy összeállnak éppen. És szerintem ezek ez a sorozatok ez például egyébként a Justified volt, aminek most az Isten nem fog eszembe jutni a magyar címe, Ryan, Ray, Ray, Ryan, Ryan, Gibbons, Gibbons, most már nevek sem jutnak eszembe, ez egyik az a felesége, mindegy, a, a Törvényembere, azt hiszem ez volt a magyar címe, az szerintem egy zseniális volt ebből a szempontból, az, az állt számomra legközelebb a jó westernhez, miközben egyáltalán nem volt se western, se nem, hát mondjuk jónak jó, csak modernnek nem, tehát hogy mondjam, tehát nem, nem volt, úgy tudod western lenni, hogy nem volt western és ebből a szempontból modernnek érezted az egészet. Mert meg volt benne az, hogy ő ny nyilván ugye Texas-i, meg vidéki, meg mit tudom én is, és azért éreztet. Nyilván ilyen alapon lehetne azt is mondani, hogy a az eredeti Walker, a Texas Rangers is egyébként egy ilyen jellegű sorozat. Hát én az a bármikor nagyon szívesen vitatkoznék, de oké, okay. nyílt az új Walker is rá lehetne fogni, hogy de hát az is, igen, de, de az nem annyira, mint mondjuk a spin-offja, mert azért a kettő között szerintem mégis volt a különbség, minőségben is, tartalomban is, minden egyébben is de majd erre mindjárt kitérek egy kicsit jobban, meg egy kicsit részletesebben. Most viszont maradjunk ott, hogy, hogy ugye volt a törvényemre, ami, ami az egyik nagyon jó volt. A másik az pedig nekem a Vine on Earp. Tök, tök egyértelműen western elemekre próbált felépíteni, és hát nyilván azért olyan karakterekkel is dolgozott, meg nyilván azokat az elemeket próbálta meg ebbe modern, Buffy által megteremtett, vagy létrehozott légkörbe belecsempészni, ami ahhoz kellett, hogy egy eszelősen szórakoztató feel good sorozatot tudjunk kapni, és ezt kaptuk, ezt kaptuk, ezt kaptuk az egész sorozattól, ez, ezért imádom annyira a Wine öt ez az, amiért számomra annyira sokat jelent az a széria, mint, mint amennyit, plusz ugye az egész szereplő az úgy tökéletes, ahogy van, és imádtak együtt dolgozni, én meg imádtam őket együtt nézni hétről hétre, mert szerintem egyszerűen egy fantasztikus, fantasztikus gárda. Na, mindegy, ugorjunk előre egy kicsit az időben, és hát ugye modern western sorozatok, ez egy olyan műfaj, ami, ami szeretném azt mondani egyébként, hogy kezd visszatérni, de igazából nem kezd visszatérni, mert nem nagyon lett túl sok Western sorozat, csak nyilván azáltal, hogy évi, hány, évi majdnem 600 sorozat készül, kiszült az elmúlt évben, így már azért van rá egy kicsit nagyobb esély, meg igény, meg mit tudom én micsoda. És hát ugye Taylor Sheridan ennek a tökéletes példája, hogy a yellowstone megteremtette a modern western és az, hogy ő megteremtette a yellowstone és megteremtette ezt az egész világot, ú, basszus kulcs, de lehet, hogy bele fogunk menni ebbe a Yellowstone botrányban, mert wow, uh, Kevin Costner egy gigantikusan irgalmatlanul nagy pöcs, megtűnik. Vagy jön le azokból a riportokból, amiket az ember hall vele kapcsolatban, lehet, hogy belemegyünk még ebbe a jelosztomba, mert, mert tényleg egy nagyon érdekes téma. Viszont ugye ő megteremtette a jelosztont, és ugye csinált belőle spin csinált belőle prequel sorozatokat, amik egyébként zseniális a jók, a Daton családnak ugye a múltjáról szólnak, és valahogy tök jó, hogy így, mit tudom én, hány évente, 50-60 évente egy föltérképező, föl vagy fölfedezi azokat a dolgokat, Amik, amik, történtek ezzel a családdal, azokat az igazán nagy mérföldköveket, amik meghatározták ennek a családnak az életét, és hogy hogy jutottak el oda, hogy Kevin Costner legyen Kevin Costner? Mert lényegében erről szól ez a sorozat. És ugye megcsináltak egyszer az 1883-at, majd pedig az 1923-at. Az évszámokkal mindig, mindig bajba vagyok. Eredetileg azt hiszem, nem, 1923 lett volna a sorozatnak a címe, hogyha jól emlékszem, és azért, azért kezdem el néha nagyon-nagyon keverni. Hát ugye, nyilván az 1923-ban ott Horizon uh, Harrison Ford és uh, Hallamira játszanak, fenomenálisak egyébként. Még nem jutottam el odáig, hogy megnézem ténylegesen az egész sorozatot, sőt, addig is jutottam, hogy belenézzek, de, de egyelőre mindenki isteníti, meg, meg azok, amiket én láttam belőle eddig, azok, azok wow kategóriások voltak a számomra. Úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen pokoli imádom ezt, ezt az egészet. És hát ugye ott van ez az egész dolog, hogy az egész... Hogy, lehet hogy, hogy, hogy ezt szépen megfogalmazni? Mert egyébként önmagában az emberben belegondol, a szereplőgárda az 1883-nak is gigantikus Szemeli Szemeliotnál jobb, alkalmasabb színész, nem tudok elképzelni, mert ő az utolsó olyan megmaradt idős férfi színész, aki tényleg úgy néz ki, hogy el róla, hogy ő egy westernből szabadult ki a világra, és amikor néztem a ráncsot, akkor is folyamatosan az jutott eszembe, hogy igen, ő tényleg úgy néz ki, mint egy ősi Texas, egy igazi amerikai, és egy igazi amerikai férfit tud megtestesíteni, és ugyanez az érzés az 1883 ban is, hogy ő tényleg azt tudja megtestesíteni. Mert ott van ugye Team McGraw és Faith Hill, akik inkább country stárok, és itt valahogy sikerült neki bebizonyítani azt, hogy ők nem csak country stárok, hanem, hanem igazából egészen jól tudnak színészkedni, és egészen ügyesek ebben a szerepkörben egészen jól tudják elvinni a hátukon az egész sorozatot, mert nem szemelélőknak kell cipelni mindent. És, és, ez lesz majd egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert az első két részét tudtam még csak megnézni az 1883-nak, de mindenféleképpen úgy voltam vele, hogy erről, erről a szériáról tudira, hogy beszélnünk kell, mert egyszerűen annyira, annyira különleges, annyira, annyira árad belőle. Nem csak az, hogy filmszerű, mert, mert az egy dolog, hogy filmszerű, de, de annyira árad belőle valami, amit uh, pokol nehéz szerintem megfogalmaz, meg nagyon-nagyon nehéz megragadni. Van egy, van egy hangulat, amit tényleg érzed azt, hogy vesztem, de, de, majd erre mindjárt kitérek egy kicsit. A másik sorozat, amit, amivel szeretném majd összehasonlítani, amit tökéletesen, meg, tökéletesen hülyen meg tudja mutatni azt, hogy mi az, ami klasszikus, mi az, ami jó történetmesélés, mi az, ami tökéletesen vesztem, versus mi az, ami tökéletesen modern, fiatalos és szaporoperás mert, mert mind a kettő veszten, mind a kettőre ráfogható, mind a kettőben megvannak ugyanazok a jelek, mind a kettőben megvan ugyanúgy a vagányság. Az egyikben egy kicsit erőtettebben, mint a másikban, a másikban egy kicsit természetesebb hat, mint az egyikben. És vannak olyan történetszálak, amik ugye az egyikből hiányoznak, a másiknak meg a lételemei. Sőt, igazából csak ilyen van. Te, tehát igazából nincs azon túl, hogy mind a kettő veszten és kosztümös, nem, nem sok közös nevezőt fogsz találni a Walker Independence és az 1883 vagy az 1923 között, mert egyszerűen nincsen baj. De persze, persze, hogy baj, de nem baj. Érted, érted, mire gondolok? Szóval minden, mindennek megvannak a, az előnyei, meg a hátrányai, és hát igazából szerintem nagyon érdekes lenne belemennünk ezekbe a dolgokba, hogy melyik sorozatnak mik az előnyei, mert a Walker Independence egy, egy remek sorozat szerintem. Hogyha hogy az ember egy limonádi sorozatra, egy western limonádi sorozatra vágyik, mert egyébként ez valahol tökre érdekes, mert Szerintem a Walker Independence, most ugye hétvégén három részt is megnéztem belőle, mert hogy olyan szintű volt a -e lemaradásom, hogy november közepe óta nem láttam belőle egyrészt sem, sőt, lehet, hogy november elejétől nem láttam belőle egyrészt sem. Mindegy, most, most egy kicsit elkezdtem szintre hozni, mert rájöttem arra, hogy vagy ezen a héten, vagy jövő héten, szerintem ezen a héten fog véget érni az első évada, úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen úgy voltam vele, hogy muszáj, muszáj megnéznem, vagy se elkezdem folytatni, mert szeretnék majd róla beszélni, mindenféleképpen egy rendes címlasztoriban, néhány héttel miután véget ért, és én eljutottam oda, hogy véget érjen számomra is a Booker Independence, mert, mert ez egy 13 részes szezon ugyan, de és messze nem a legjobb. messze, messze nem tartozik szerintem az egyik legígéretesebb és a legjobb sorozatok közé, de közben mégis ott van benne ez a modern fiatalosság, ott van benne ez a fajta szenvedély, románc, és, és emiatt egy western, tehát, hogy tehát, szerintem amikor a westernbe belecsempészed a romantikát, az iszonyatosan jó sorozatot tud generálni az, hogy emellett egy szaponoperával tud válni az egész, az, az már inkább az alkotóknak a hiányosságait, vagy éppen az erősségét, hogyha valaki erre bukik, tudja kihangsúlyozni. Nincs ez, egy, egy ezzel egyébként szerintem az semmi baj. Minden sorozatban vannak ilyen szakaszok, mely minden életében, mindenki életében vannak olyan szakaszok, amikor egy kicsit romantikus a dolgokra vágyik, amikor egy kicsit azt érzi, hogy hát ezt másképp is lehetne csinálni, és hogy, és hogy szerintem, szerintem, van valami gyönyörű abban tényleg, amikor, amikor a, amikor és a romantika összekerül. Nagyon ritkán tudják egyébként ezt szerintem manapság jól ha, ha, valaki ilyesmire vágyik, akkor inkább régebbi dolgokat kell előtérbe helyezni, meg azokat kell elővennie, akár az olasz irányból, akár az amerikai irányból, mert, mert, mert tényleg voltak jó, jó kis westernek, amiben azért a romantika azért elég meghatározott szerepet tudott betölteni, még úgy is, hogy alig volt jelen. Most a Walker Independence az, az, az egy bosszú történet, ha úgy vesszük, és itt azért a romantika nem feltétlenül volt annyira dominás. Az első hat részből, ami nekem megmaradt, és mondom, novemberben láttam utoljára, a sorozatot, az volt, hogy van benne egy szerelmi háromszög, és hogy egy bosszú történet. Körülbelül ennyi maradt meg bennem, mert úgy igazából tényleg erről szólt a Volcano Independence az első pillanatától kezdve, az első trélerétől kezdve tudtuk, hogy ez, ez egy bosszú történet lesz, szerelmi sokszögekkel. Mert, mert mit, mint ahogy kinézett itt a 9. Kriszkönigin, ebből tényleg sokszög lesz. Úgyhogy, úgyhogy ez egy tökre érdekes szituáció hogy, hogy mennyire tud különbözni, miközben ugye 1923 az meg pont azért lesz majd nagyon-nagyon érdekes, mert ugye valamilyen szinten Helen Mirren és Harrison Fordnak szerelméről is szól ez a történet, de egyébként az 1983 ra is elmondható az, hogy Tim McGraw és Faith Hillnek a szerelméről szól ez a történet, mert, mert a romantika az ott is jelen van, csak, csak valahogy úgy sokkal, nem, 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 tudom, mi a, mi a jó szóra rá. Egyszerűen nem azt érzed rajta, hogy szappan nem azt érzed rajta, hogy erőltetik, nem azt érzed rajta, hogy azért van benne, mert hogy kötelező, hogy benne legyen, hanem, hanem egyszerűen benne van, és, és kölcsönös szeretet, de nem, nem, is biztos, hogy ez a jó szóra. Kölcsönös tiszteletet érzel a karakterek között, még akkor is, amikor konfliktus forrásaik vannak. Míg hogyha egy Vukra Independence-ben bejön egy konfliktus, akkor onnantól kezdve azon érezni fogod azt, hogy itt valami nagyon-nagyon nem okés, azért fogod érezni rajta, hogy nagyon-nagyon nem okés, mert elviszik az egészet a teatrális irányba, és ettől az egész olyan szappanoperássá válik, miközben egyébként lehet, hogy tökre valódiak a problémáik, tökre, tökre olyanok a dolgok, amiket nekik szembe kell nézniük, ami, ami, meg tudja rázni az embert. És nagyon sok ilyen produkció van egyébként szerintem, ami, ami képes ilyen dolgoknak a kiváltására, és ami is képes arra, hogy, hogy az embert így egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsik, kicsikét úgy, úgy um, helyre tegye és nyilván a Walker Independence nem kimondottan az a sorozat, amit az ember örömmel akar nézni, de, de nyilván az, amikor, tehát szerintem legyünk őszinték, mindannyian ott van az az ember, aki szereti a trash -t. A Walker Independence nem trash, ezt szeretném leszögezni. A Walker Independence egy remek sorozat, profin összerakolt, de nagyon érzed rajta azt, hogy olcsó, nagyon érzed rajta azt, hogy szapponoperás hatásokkal a pellet, nagyon érzed rajta azt, hogy, hogy a történetnek ugyan van súlya, és van mondani valója, és meg közben, de, de közben igazából nem fedődik annyira az a karakter. Tehát te, vannak változások nyilván, meg vannak meglepő dolgok, mert például ugye a jól aztán, talán a 9. részben, amikor két meg nem a tesója felbukkant, akkor, akkor neki volt egy, vagy hozzáköthetőleg volt egy leszbikus történetszel, ami engem megdöbbentett. Bár nem biztos, hogy leszbikus volt, lehet, hogy csak biszex volt, a fene sem tudja. Mindenesetre az, az, a történetszel az engem baromira meglepet, és egy kicsit így azon, hogy basszus kulcs, biztos, hogy ezt a propagandát is be kéne ültetnie a Westernekbe. Biztos, hogy erre szükség volt erre az információra? Mert a karakter ez nem adott hozzá. Egyikhez sem, aki, aki belekerült ebbe a leszbikus történetbe. De ugye ugyanez volt a bajom a ezt a hetedik részével is, a múlt héten, hogy, hogy szerintem Eli személyiségéhez nem adott hozzá. Ha a második évadban hozzáad, azáltal, hogy ezt megmutatták, és ennek köszönhetően mi ezzel, mi, minket nem fog meglepni az, ami a második évadban történik, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát, hogyha lesz egy payoffja a dolognak, akkor oké. Okay. De a Walker Independence-ben nem tudom elképzelni azt, hogy ennek bármiféle olyan payoff a és hangsúly, hangsúly az olyanon van, amire azt lenne mondani, hogy, hogy emiatt volt szükség erre, erre, a dologra, mert szerintem nem fog hozzátenni a karakterhez, nem fog belőle elvenni sem, még miért bárki is félreértene. Szóval nagyon érdekes nekem ez a két sorozat, mert a Walker Independence az tényleg ez a könnyed kikapcsolódás kategóriája, ami, ami tényleg olyan, hogy amikor van egy bazi hosszú lefárasztott napot, és egyszerűen valami tresre vágysz, ami több, mint trash, ami, ami egy kicsit érdekesebb, és nem a mi világunkban játszódik, hanem, hanem egy kicsit a múltban, egy kicsit, kicsit elragad a kosztümös történetek világában, egy kicsit westernesebb, akkor, akkor a Volker bármikor be tudod tenni. Sőt, tovább megyek. A Volker Independence nekem egy olyan sorozatnak érződik most ezen a ponton, nem biztos egyébként, hogy ez valaha is így lesz velem, de például, ha felkerülne a Sky én valószínűleg újra nézném. Nem azért, mert annyira zseniális a jó sorozat, hanem azért, mert egyszerűen megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy tényleg kikapcsolódás legyen. És szerintem szükség van az ilyen jellegű kikapcsolódásra. A Vinyl én pontosan azért szerettem annyira, amit ugye Modern Westernnek szoktam apostrofálni, mert hogy azon is érzed azt, vagy pontosabban benne van a pakliban az, hogy ez egy ilyen könnyed dolog, nem, ke, nem kell, nem feltétlenül túl komolyan venni, meg nem feltétlenül kell elmenni abba az irányba, hanem, hanem egyszerűen csak azt érzed rajta, hogy lazítunk, csillelünk ezzel a sorozattal, és tökre jól érezzük magunkat, miközben nézzük. És kell az ilyen, Egyszerűen kell. Tudom, hogy a g hangzik, tudom, hogy, tudom, hogy katasztrofális, de például egy Walker Independence bármikor, bármilyen hangulatban el tudsz kapni. Egy 1883-at nem. Két, két abból Egyrészt, mert összefüggő a története, és az 1883-at nem feltétlenül tudod úgy megnézni, mert nem annyira epizódikus. Bár, bár, azért a Walker Independence sem epizódikus egyébként. Nyilván vannak epizódikus történetszálak, vannak AB, AB meg talán C történetszálak a legtöbb esetben, de, de azért nem úgy, tehát nem tudod random megnézni egy-egy epizódját, mint ahogy mondjuk egy különleges, hogy azt meg tudod tenni, hanem, hanem itt azért van egy átívelő történetszel, de nem érdekel az, hogyha nem látod. Még az 1883 és az 1923, sőt még talán a Yellowstone is, olyan sorozatok, ahol pont ez a lényeg az egésznek, hogy összefüggő legyen a történet, és úgy mesélik el, úgy abban az irányba kell haladni velük. És nem tudsz, nem tudod, és mivel ugye komolyabb, sokkal komolyabb az 1883-nak a hangulata, hiszen alapjáraton az egész ugye az 1883, hogyha jól emlékszem, akkor körülbelül arról szól, hogy nekik el kell menniük nyugatra, ha jól emlékszem, vagy, vagy észak, észak felé, tehát Amerika utolsó lakatlan vidékére kell nekik elmenni, méghozzá nagy keresztül, ami egy elég nehézkes és rengeteg, hát tolvajjal, meg egyéb emberrel tarkított terület lesz, és úgy, hogy ha jól emlékszem, szemnél fölbérli Tim megrúnak a karakterét arra, hogy menjenek vele, vagy pontosabban tartsanak vele, és egész pontosan nem is, nem is kimondottan ez a, ez a része, ami szerintem érdekes, hanem felbérli jut arra, hogy kíséri el azt a német gárdát, akik bevándoroltak Amerikába, és szeretnének eljutni egy biztonságos vidékre, viszont nem értenek se a lovakhoz, nem értenek sem a, ahhoz, hogy hogyan kéne átutazni azon az egészen, és nem értenek az a világon semmihez. De szeretnék túlélni. És, és valahol, valahol erről szólt ez a, ez a történet. És szerintem az 1883 az első pillanatok kezdve, hiszen ott, amikor először találkozunk szemnélel, már egy alapjárt egy iszonyatosan komoly tragédiával találkozunk, és egyébként valahol tökre érdekes, mert hasonló a Walker Independence is. abból a szempontból, hogy ott is egy tragédiával indít az egész sorozat, ott is megvan az a fajta érzelmi mélység, meg az érzelmi töltet, aminek meg kell, hogy legyen egy ilyen produkció esetében, csak hogy ez egyik könnyedebben kezeli, meg elviszi a romantika irányába az egészet, mert ez még csak szídebe jön vagyunk, és tudjuk, hogy milyen közönségnek készül. Még ugye Paramount Pluszon azért egy kicsit könnyedebben, egy kicsit szabadabban, egy kicsit felnőttebbeknek tudsz történeteket mesélni, és ezért tud szerintem az 1883 annyira, annyira meghatározó dolog lenni, mint például talán, talán, az első részben volt, sőt igen, igen, az első részben volt, amikor ugye Izabella May karakterét, aki szerintem a létező leggyönyörűbb nő ever, aki képernyőn termett meg, Nagyon is én abszolút ezt érzem, legalábbis ebben a sorozatban mindenféleképpen úgy van ábrázolva, aki, aki, miatt egyébként óriási nagy problémám az, hogy nem 4 lehet nézni vagy streamelni a sorozatokat a Sky Show time hanem ha csak a szaros HD-ban, jobb esetben, mert, mert, mert Isabella May tipikusan az, a sor, tipikusan az a színésznő, aki miatt hajlandó vagy újra nézni majd ezt a sorozatot, amikor bevezetik hozzánk a 4K-t, még, még akkor is, hogyha többet kell fizetned majd a 4K szolgáltatásért, akkor is szerintem benne lesz az emberben az, hogy de hát... Mert, mert, igazából hát, tényleg annyira gyönyörű, és annyira, annyira jól esik nézni az ő karakterét. Szóval őt játsz nagyon-nagyon fiatal Elza, tehát onnan nevezettük is hölgyeményt, és ugye egy részleg véletlenül betéved az éjszaka közepén a szabályokba, és rájön arra, hogy hú, basszus, egy nő mellé az ágyba, hát akkor erőszakoljuk már meg című, című történet, és szerintem ez gigantikusan zseniális volt ez a jelenet, és iszonyatosan tragikus volt minden, minden szempontból. Nyilván nem történt meg az erőszak, mert azért egy dátonon, dátonon hölgyről van szó, aki, aki azért nagyon jól tudja azt, hogy mennyire veszélyes is tud lenni ez az egész. És szerintem ezért volt ez annyira, annyira zseniális az egésznek, a, az egész a megvalósítása, mert, mert éreztet, érzed rajtuk a Tim Magro és Faith Hill karakterek között azt, azt a szerelmet, ami kölcsönös tiszteleten és tisztességen alapul, ami, ami szerintem iszonyatosan ritka a manapság. És tényleg érzed rajta azokat a régi értékeket, amik miatt te igazából szeretnél megházasodni egy nap. Mert, mert, mert ez egy ilyen harmonikus kapcsolatnak tűnik, nyilván tele van hibákkal nyilván nem olyan, hogy tökéletes házasság, de, de, valahogy mégis az az emberek a benyomása, hogy te is egy ilyen kapcsolatban szeretnél lenni, mint, mint amilyen a köztük lévő. Miközben nagyon jó az, hogy Tim meg karaktere, az tulajdonképpen minden egyes képkockán az életét kockáztatja, bizonyos értelembe véve. Úgyhogy, úgyhogy valahol tökre érthető. Azt, azt, is imádtam egyébként, hogy vonatnak mennyire, mennyire nagy szerepe van. Egyébként ez is egy közös nevező lehet, hiszen a Vukra Independence-ben is elég fontos szerepet fog majd tudni betölteni azt, hogy mi lesz majd akkor, hogyha ide vezetik a vonatot, meg hogyha megérkezik a vonat. És ugye az 1883-ban ott meg már Isabel May és Faith Hill meg még egy nőci, ők, ők vonattal utaztak oda, ahova Tim megró lóháton érkezett lényegében hiszen ő is szállította a csomagokat. És ez is például szerintem egy tökre érdekes kiinduló pontja volt ennek a két sorozatnak, meg párhuzamban mindenféleképpen egy tökre jó, hogy az egyikben már van vonat, a másikban még nincs vonat. És, és valahogy úgy, úgy, érzed a, a különböző kis összefüggéseket, meg, meg meglátod ezeket a kis apróságokat, hogy ó, de érdekes, ezen a környékén még nem volt akkoriban vonat, de jó. Meg, meg, társaik. Szóval szerintem szóval iszonyatosan tele van ilyen kis apróságokkal, amik, amik, miatt érdemes nézni ezeket a sorozatokat, és amik tényleg úgy meg tudják tölteni az embert. De mit, mit is akartam ebből kihozni ebből az egészből? De mindegy, szóval az, hogy az 1983-ban nagyon sok a tragikus fordulópont. Nem minden esetben tragikus-tragikus, de például az, ami a második epizódnak a vég... tehát hogy mondjam, jobban megfekszi az ember gyomrát, az, ami a második epizódnak a végén történt. Sőt, igazából az egész második epizód az, az a baj, hogy két részt láttam belőle ebből a sorozatból, de mind, mind a kettőben voltak olyan dolgok. Teh, tehát ez is, amikor a részek bemegy Izabella Maynek a szobájába, és megpróbálja megerőszakolni, mat részegen úgy, hogy, úgy, hogy a kulcsával nem találva az árbok kategóriásan, meg fingyelni nincs arról, hogy mi történik. Onnantól kezdve, hogy eljutunk oda, hogy, hogy néhány rablóbanda rátámad a, a, turistákra, amíg, amíg azok, míg, míg, ugye a férfiak azok marhákat terelgetnek, éppen hogy legyen elemózsiájuk majd a hosszú útra, addig és az, ami ott történik, hogy lövöldözés van, és hogy meghalnak, és hogy utána jön egy olyan pillanat, ami amit az ember már nagyon-nagyon nehezen tud feldolgozni, és hogyha még kicsit jobban odafigyel erre a karakter, és megérti az ő problémáit, és megérti azt, hogy miért hozza meg azt a döntést, amit meghoz annak az epizódnak a végén, akkor alattak ezzel tudod nagyon jól, hogy, hogy ez egy olyan sorozat, amit, amit igen, nézni akarsz, mert a velejét romlott, és iszonyatosan beléd, hal, beléd mar, és tök jó, tök jó érzés. Egyébként nézni az 1883-at, de nem az, amit könnyen fel tudsz dolgozni, mert, mert egyszerűen az emberi tragédia, az emberi dráma olyan erős, olyan mély, olyan sokrétű, hogy hogy egyszerűen tényleg az az érzésed, hogy az 1883 az nem egy olyan sorozat, amit bármikor el tudsz kapni. Hiába van meg a hangulata, hiába van meg a karakterei, hiába működik tökéletesen. Egyszerűen olyan szinten meg fog viselni az a, az a, az a három dolog körülbelül, ami az első két részben történt. Hogy, hogy, utána nem fogsz tudni ugyanúgy tekinteni sem magadra, sem a világra, sem pedig erre a sorozatra, mint ahogy tetted ezt korábban. Mert, mert ugye, amikor elindul, akkor azt érzed, hogy ó, ez itt tök jó kis western lesz, lesz benne egy kis lövöldözés, lesz benne, lesznek benne rossz fiúk, lesz, lesznek benne ilyen apróságok, meg lesznek benne jó karakterek, akiket tudsz szorítani, de igazából az első pillanatok kezdve, hogy szemnillel találkozol, vagy szemnél, szemeli ott a találkozol, onnantól kezdve ez egész egy bazinagy tragédia. Az ősz története az egy iszonyatosan romantikus, tragédia. Mert mert az. És az már már alapból kikészít. És erre az alaphangulatra fog ráépíteni az összes többi, ami nem feltétlenül hozzákapcsolódik, sőt igazából őt onnantól ezzel és engedi bizonyos értelembe vége. Lesz említve egy-két jelenetet, amikor tényleg megpróbál egy kicsit jobban belásni mélyebbre a karakter mélyébe, miközben próbáljuk jobban megérteni ezt az adatfigurát. Szóval szerintem szóval, rengeteg-rengeteg apróság van 1983-ban, ami zseniálisan működik, csak tényleg nem az a sorozat, amit bármikor elő tudsz kapni. Egy Walker Independence bármikor elő tudsz kapni, mert könnyed, vannak benne szép emberek, ez igazából csak az van, mert egy cw van szó, de közben mégis érzed rajta azt, hogy van valami tétje az egésznek, és egy bizonyos pont után elkezd érdekelni téged, hogy vajon mi lesz majd a végkimenet, vajon mi lesz a payoff, vajon az első évadban lesz a payoff, vajon kap-e második évadot mert ez jelenleg szerintem a legnagyobb kérdés. Szerintem a Walkernek nagyon jobbak az esélyei, mint, mint az Independence-nek. Hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy a Next Star hogy fog majd dönteni, amikor döntenie kell, lassan, hamarosan tényleg meg kéne hozni a döntéseket. De maradjunk, hát ugye itt a licenc díj, meg a kosztümös sorozatról van szó, az nyilván jóval többbe kerül, mint mondjuk egy wokernek az elkészítése, ami ugye hát modern napjainkban játszódik, és hát igazából az a világon semmiféle extra budget nem nagyon igényel, ha csak Jared ki, gázja nem olyan hatalmas. <laughs> Így a negyedik évad környékén. Na mindegy. Szóval szerintem egyébként jók ezek a modern western sorozatok, szerintem szükség is van rájuk, el tudnék viselni sokkal több western sorozatot az évben, tökre egyértelmű, ugyanúgy, ugyanúgy mint egyébként több sztártakat is el tudnék viselni az évben, mondom mindez úgy, hogy három sorozatban sorozat van, plusz legalább kettő, hanem három animációs sorozat, tehát igazából, hogyha az ember nagyon-nagyon szeretné, akkor minden hétre juthatna neki egy kis Star Trek, -like, ami, ami, szerintem tök jó, meg tök fontos. Val valahogy úgy vagyok egy kicsit a a Western mi is, hogy nagyon szeretem, ha jók az írók, és ha jó történetet akarnak elmesélni, vagy jók ezekben van, akkor abból csoda történhet, mint ahogy történt is az 1983 esetében. Mondom, két rész után olyan szinten a hatás alá kerültem, amiről órákon keresztül tudnék mesélni, és valószínűleg majd fogok is talán valamelyik következő részben, miután megnéztem még legalább egyet vagy kettőt, inkább kettőt, jobban bele fogok majd menni ebbe, hogy, hogy miért olyan durva, de, de az a tragédia, ami benne van ebben a sorozatban, az a fajta érzelmi töltet, amit tud adni a nézőnek. Mert miközben nézed, tökre azt érzed nagyon sok esetben, hogy ez egy feel good sorozat, de közben mégsem feel good, csak egyszerűen átjár a veszten érzete, átjár ennek a vidéki létnek minden pozitívuma. De, de közben meg ott, ott lapul meg benne az igazi emberi tragédia, és, és valamiért szerintem ezért szeretik annyira Taylor a történeteit, mert, mert, hogy, hogy emberi karakterekről szól, akik, akik tényleg létezhettek volna akár, vagy lehet, hogy léteztek is, ki tudja. Biztos, hogy voltak emberek, akikkel megtörténtek ezek a dolgok, amik, amiket itt elmesélnek ebben a sorozatban, mert, mert nem annyira kreatív, hanem teljesen hétköznapi próbál lenni, teljesen őszinte és teljesen úgy próbálja meg körbejárni ezt az egész történetet, ahogy, ahogy neki körbe kéne járnia ezt a sztorit. És én nem is nem tudom tisztelni ezt a sorozatot, mert tényleg őszinte, tényleg, tényleg, képes mélységeket bemutatni, és ez, ez a legszebb, hogy nincsenek benne egydimenziós karakterek. Nem azt mondom, hogy egyébként a Walker independence vannak, mert szerintem ott sincsenek egyébként egydimenziós karakterek, ez egyetlen egy előnye van a hangulatos stíluson kívül, meg néha a poénokon kívül, mert azok azért tényleg elég jól szoktak elsülni. Szóval érdekes, érdekes egyébként szerintem az a sorozat. Kicsit, kicsit úgy, úgy, érzed a Walker Independence, mint hogyha valami szuperhős dolgot néznél, mert ugye eredetileg ugye nem tudhatja meg senki azt, hogy ki is két, meg nem a rának a karaktere, aztán igazából két részre később már kb. mindenki tudja, hogy, hogy ki is ő, és igazából mit akar, és ki az ellensége, és ugye megtalálja azon a szörtségeseket, és a többi, és ugye ebből kialakul majd egy ilyen szeremi három, vagy négy szög, vagy itt tudom én hány szög már, ahol, ahol, tartunk a 9. részben. minden esetre érzed rajta ezeket a apróságokat, amik, amik úgy rányomják a bélyegüket és megnézed egy 1883-at, nagyon-nagyon más a kettő. Én ugye az egyik hétvégén 1883-ból néztem meg ezt a két részt, utána a másik hétvégén meg három részt néztem meg a Vukri independence -ből. A Wuker independence -ből nem kotja meg az, hogyha sok részt megnézel egyszerre, igazából van egyfajta hangulata stílusa és tök jó eső érzés, az, ami, ami egy ilyen lájtos sorozatba tud áradni, még egy 1883 azért, azért ott, ott napi egynél, én személy szerint nem hiszem, hogy tudnék többet megnézni, mert, mert ott tényleg, hogy milyen, a vocal independence nem kell feldolgoznod az érzelmeidet. A vocal independence tökéletes darálásra például, pontosan ennek köszönhetően, mert hogy nincs mit feldolgoznod benne érzelmileg, függetlenül attól, hogy mennyire tudsz kötődni ezekhez a karakterekhez, és mennyire tetszik a sztori, mennyire jönnek be azok a dolgok, amiket elmesélnek, mennyire, mennyire, működnek azok a történetek úgy, ahogy szoknak működniük kell. Viszont a másik oldal, az 1883 az meg fog viselni. Az 1883 az, az tényleg olyan mélyedre fog beléthatolni, hogy egyrészt ez kedvenc sorozatoddal fog válni, szerintem ugyan, én ugyanezt várom egyébként 1923-tól is, de, de itt még nagyon-nagyon azt éreztem, hogy, hogy mélyen beléthat, és igazából annyira sok dráma volt ebben az első két epizódban, hogy, hogy egyszerűen megvisel, és itt kell idő ahhoz, hogy feldolgozom. Tehát az, ami a második résznek a végén történt, az nekem több napba telt, mire fel tudtam dolgozni. Függetlenül attól, hogy mennyire kötöttem, vagy éppen nem kötöttem az adott karakterhez, egyszerűen az, ami történt, ahogy történt, amiért történt, az egy olyan dolog volt, amit nem volt olyan nagyon-nagyon-nagyon könnyű feldolgozni. Ne, ne, nekem ezek azok az apróságok, az apró momentumok, amik miatt ez a sorozat kiemelkedőbb tud lenni az én számomra személy szerint, mint mondjuk egy Walker Independence. Csak ugye mondom, az independence ott van a nagyon nagy előnye, hogy bármikor elő tudod kapni, és bármikor jól tudsz rajta szórakozni. Az 1883-at nem szórakozásból nézed, hanem azt azért nézed, mert hogy valami többre vágysz. Tehát, hogy valaki többre vágy egy Western-nél, vagy éppen már rongyosan nézte a Deadwoodot, akkor mindenféleképpen ajánlom neki bármelyik télős sorozatot egyébként, de mondjuk most az 1883-ot, mert, mert egyszerűen brutálisan jó történet. Nagyon-nagyon jó karakter, éveket tudnak bejárni, már csak ebben a két részben is a figurák. Elképesztően jó hangulat. Érzed rajta azt, hogy hogy ezt kinforgatják egy rancson, és hogy kim vannak a természetben, is egyszerűen nem érzed, nem érzed rajta semmi műséget. Még megnézel, egy Vocal Independence, picikét mű. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó picikét mű. Időnként. Időnként nem kimondottam problémásan, meg nem kimondottam rosszan, de azért érzed rajta azt, hogy, hogy azért nem az igazi. És, és ezért a, az ez 1883 ugye csak 10 részes, szóval nem, nem a végtelenség elnyújtott történet. Mondom mindezt úgy, hogy az Independence egyébként az 13 epizódból fog összesen állni, nem hiszem, hogy kap már második kivadot, de, de például az 1883 az az sorozat szerintem, amit ilyen 10 epizódos ivadokban nagyon sok éven keresztül el tudnál nézni, mert egyszerűen jók karakterek, jók a drámák, egyszerűen működik úgy, ahogy annak működnie kell, hogy kellene. A Booker Independence-t azért nézem tényleg, mert, mert, kikapcsol. És vannak olyan időszakok, sőt, igazából szerintem nagyon sok olyan időszak van az ember életében, jobb esetben, amikor, amikor szükséged van azokra a produkciókra, amik nem kell gondolkodnod különösebben, hanem kikapcsolódsz, és egyszerűen csak röhögsz azon, hogy néha mennyire gagyi tud lenni, vagy mennyire bénzse -e tud lenni, vagy hogy ez a történetszel miért kellett, vagy hogy vagy ez a fordulat, ez, ez, mire volt jó, meg társaik. És kellenek az ilyen sorozatok, sőt, óriási nagy szükség van az ilyen jellegű sorozatokra is. Úgyhogy, úgyhogy tökre érdekes szerintem ez a kontraszt, hogy itt van két modern, szerintem a maga nemében és a maga módján, ha a helyén tudjuk őket kezelni, zseniális sorozat. Mert azért a Wukerinben ez nyilván messze van a zseniális jelzőtől, a szó hagyományos értelmében, de abban az értelemben nem, hogy teszi a dolgát, és egy Szídebi sorozatnak, egy fiataloknak szóló Szídebi nem várunk el mást. És ebből a szempontból igen, zseniális. Jó az írás, jók a karakterek, jó az a fajta szaponoperás beütés, meg Tinidráma, nyilván nem Tinikről van szó egyébként, hanem ilyen 30 körüli vagy 25 éves, 25 pluszos karakterekről, de érzed rajta azt, hogy ott megvan ez a dráma, megvan ez a fajta dolog, aminek meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy az egész működni tudjon. Az 1883 az egy iszonyatosan kemény, erős drámasorozat, amit tényleg akkor veszel elő, amikor nagyon-nagyon szarul érzed magad, és nem azért veszed elő, hogy felvidítson, hanem azért, hogy tönkretegyen, elpusztítson, és utána tudj majd építkezni újra. Szerintem ez a legnagyobb különbség a két sorozat között. Nézzetek minél több jó, minőségi, modern Western sorozatot, mert tök jó érzés. Ki beszél? Beszél? Kezdjük a sort a The Company You Keep című sorozattal, ami ugye Milo Ventimiglia... Milo... Csak belesültem, passzus, nem hiszem el, hogy egészen eddig a pontig sikerült kimondanom a nevét, és most, amikor végre a sorozatáról beszélnek, most nem. Na mindegy. Szóval, Milo Ventimiglia az a főszereplője ennek a remek sorozatnak, ami ugye most indult el a Jólemészem a CBS-en, néhány héttel ezelőtt, és ez egy iszonyatosan jó kis sztori, szerintem. Legalábbis én baromira szeretem. Az abc debütált ugye a sorozat, és ha jól emlékszem, akkor talán, mintha a gyártója is a 20 vagy a Disneyland, nem, most nem, nem igazán tudom, de az biztos, hogy hozzánk majd a Disney Plus-ra fog szerintem érkezni ez a produkció, és ugye ez egy Julia Cohen által létrehozott sorozat, ami egy dél-koreai szérián alapul, a My Fellow Citizens produkción, és ugye Milo Ventimiglia mellett pedig Catherine Heine Kim játszik ugye a főszerepet, és én szóval nem tehát megjelenik benne az olasz irány, megjelenik benne a kínai irány, és, és, igazából ez semmi az ellentétekből. Tehát nyilván megjelenik benne az orosz mafia, meg nyilván megjelenik benne a, jakúza. Bizonyos értelme Tehát ilyen, ilyen szintű különbségekre kell ilyenkor elsősorban gondolni. Ugyanis Miró mentélünk ma egy nevezük őt fehér bűnözőnek, mert valahol nem biztos, hogy fehér galléros, de az biztos, hogy bűnöző. Tehát ez, ez a része tudja és témá. A történetnek egy komment. Hát szerintem mi ezt magyarul legjobb esetben is Hát egy csaló. Tehát jó, most végül is, így is meg lehet fogalmazni. mindegy. És Catherine uh, he, Kim, pedig ugye, aki Emmát játssza, azt az nem volt a neve, ő pedig egy CIA ügynök. És az első beszélgetésük is a hotelben az ugye arra szól, hogy, hogy nem mondanak el magukra semmit, és igazából mind, a ketten csak úgy léteznek lényegében egymás mellett. És ugye poénból a nőci azt mondja, hogy CIA ügynök. A Miro meg azt mondja neki, hogy, hogy ő meg, hogy ő meg csaló és társaik. És, és, ez, ez már önmagában annyira, annyira jó szetápolja az egészet, de az egész románc kettő között szerintem iszonyatosan jól van megcsinálva, meg felépítve. Én iszonyatosan, nekem, nekem baromra bejött az a kémia, ami, ami árat Miróból és catherine mert, mert egyszerűen működik szerintem. Abszol abszolút működik. És hát nyilván hogy ez az egész történet, ez arról szól, hogy ők egymásba és, és hogy hogyan fog tudni egy bűnöző, meg egy rendőrnő, idézős rendőrnő, hiszen ügynökről van szó, valahogy úgy együtt létezni, miközben megpróbálnak felépíteni egy kapcsolatot, ami igazából hazugságra fog épülni az egész. Amit, amit egy egyetlen szenvedélyes éjszaka tudott kiváltani, amikor tulajdonképpen a két karakter rájött arra, hogy mennyire oda meg vissza van-e másikért. És szerintem ez egy iszonyatosan zseniális alapkoncepcióval rendelkező történet. Nem tudom igazából, hogy mit lehet majd ebből a sztoriból kihozni. Abban, abban biztos vagyok, hogy három rész megy le utána jön egy hét asszem azt hiszem, és, és majd utána fog folytatódni a negyedik részsel, ha minden igaz. Úgyhogy, úgyhogy itt hála az égnek, itt nem lesz olyan nagyon nagy lemaradásom, mert miután visszajön, utána biztos, hogy meg fogom nézni a második, harmadik részt, és akkor még mindig ugyanott vagyok, hogy, hogy a negyedik részt már időben vagyok, úgyhogy tök jó lesz ebből a szempontból. Viszont nekem az első rész nagyon tetszett. Egy iszonyatosan korrekt pályadatot kaptunk, sőt, igazából egy kicsit többet kaptunk szerintem, mint egy iszonyatosan korrekt pályadat. Egy nagyon-nagyon szórakoztató epizódnak lehetünk a szem és fültanúi ami baromira jól tudott működni, nagyon sok szinten. Tehát szerintem a románc is megvolt, a szenvedés meg volt, a tragédia is megvolt benne, az átverés része is megvolt benne, és valahogy tényleg az volt az érzés az embernek, hogy, hogy minden összeáll ennél a produkciónál, és egyszerűen hogy fogsz ebből a sorozatot csinálni. Mert ez egy filmnek egy zseniális koncepció, de tényleg zseniális koncepció. Zseniálisan volt kiangsúlyozva az egész. De hogy fogod te ezt tudni fenntartani 10-12-13 részen keresztül? Na ez az, ami számomra egy gigantikusan nagy rejtély, mert, mert el nem tudom képzelni. Azt sem tudom egyébként elképzelni, hogy hozzánk mikor fog majd jönni. Most, hogyha az Alaszka déliből indulok ki, pedig miért indulnék ki bármi másból is, az ugye valamikor összedebütelt, és, és ott is legalább 3-4 hónap kellett, mire, mire elért hozzánk Magyarországra, és még akkor is csak hetente kapjuk meg az új epizódokat, ami, ami egy ilyen bazi nagy vadafák részemről, hogy, hogy miért kell ez a három hónapos szünet. Flashman bajban van ugyanez a kategória, de arról mindjárt beszélek egy kicsit részletesebben, mert, mert, ott is nagyon-nagyon ott is felhúz. Sőt, igazából nem is az, az húzott fel, tényleg nem is ez húzott fel, hanem, hanem az, hogy az Ebot általános iskolának ugye most március 1-én, ha jól az első tíz epizódja második évadnak, vannak, viszont nem szinkronnal érkezett. És ezt jössz föl, mert az első tíz rész, ez már rég és rég meg lehetett volna csinálni a szinkront, hiszen ezek mind tavaly kerültek adásba Amerikában. Tehát egyszerűen nem értem, hogy, hogy miért nem kaptuk meg a szinkront. Tehát, what the fuck? És mikor érkezik majd hozzá az a tíz rész, az a szinkron, ha már egyszerűen nem is a teljes évadot rakták föl, hiszen az még jelenleg is fut, ha jól emlékszem, hanem, hanem csak egy fél évadot tettek föl. Tehát, és az, az, sem azonnal, tehát az sem az amerikai premiért követően másnap, hanem hanem sok-sok hónappal később, tehát bőve lett volna idejük megcsinálni. No, mindegy, most tényleg nem menjünk bele. Ez, ez a The Company You keep szól, ami szerintem tényleg egy nagyon-nagyon szórakoztató történet. Nyilván már milliószal láttuk, nyilván milliószor láttuk filmekben, nyilván milliószor láttuk ezt jól megcsinálva, meg szépen elmesélve, meg jól felépítve, meg mit tudom én. De, de valahogy van benne valami, nem tudom, hogy Mirónak és Ketrének köszönhetően, vagy, vagy egyszerűen csak egyszerűen nagyon-nagyon más az egésznek a hangulata, de, de én a magam részéről mindenféleképpen a, a mondó vagyok, hogy szerintem ez egy iszonyatosan jó sorozat, egy nagyon-nagyon ígéretes alapkoncepcióval, ami, ami baromira azt szerethetővé tudja tenni az, az egészet, mert egyszerűen, egyszerűen tele van olyan pillanatokkal, nem feltétlenül humorral elsősorban, de, de tele van azzal, hogy benne van a romantika, de közben meg mégsem. Benne van a szenvedély, de közben mégsem. Benne van a fájdalom, de közben mégsem. Tehát benne van a fájdalom, de ott van a gyógyír mellette. Benne van az átverés, és ott van mellette a rendőr, az üldöző. Tehát egy macska egérjátéknak is elmenne egyébként, szerintem ez nagyon sok értelembe véve. Úgyhogy, úgyhogy ezek azok a apró tulajdonságok, amik miatt szerintem ez a sorozat remekül tud működni, és ami miatt szerintem iszonyatosan érdekes is tud lenni. Ami fontos, ami nagyon-nagyon fontos egy, egy ilyen jellegű történetben, Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a további évizódjai hogyan alakulnak. Nekem az első rész az mindenféleképpen nagyon-nagyon bejött, iszonyatosan szerettem, mégis elfelejtettem a második részét, de nem baj, nem baj, miután visszajöttem Toszkánából, utána majd, utána majd szépen visszahozom magam folytatni fogom, mert, mert ez tényleg egy olyan sorozatnak ígérkezik, vagy néz ki, amit, amit szívesen fogok nézni. nagyon-nagyon piszom benne, mert különben megőrülök, hogy, hogyha már ez sem lesz az a típus sorozat, amit, amit az ember szívesen néz. már, már pedig, már pedig abszolút benne van sajnos a pakliba. <laughs> és, és, ez az, a még kicsit, kicsit eltántorít a valóságtól, hogy basszus kulcs mi van akkor, hogyha ez tényleg nem fog bejönni. Na mindegy, jövő zenéje. Egyelőre a Miro, miatt mindenféleképpen nézős marad. De ha már úgyis a Disney Plus nem legettük, bizonyos értelemben, jövőben bízakodva, akkor említsük meg azt is, hogy mi érkezett a Disney plus a múlt héten, egész pontosan, vagyis most már lassan két hete. A Flashman bajban van, ami egy FX-es sorozat, FX-et szeretjük, remek sorozatokat készítenek, remek mélységekkel tudnak rendelkezni. Ez is egy relatíve közönség és kritikusok által egyaránt kedvelt regényadaptáció. Egy gigantikusan jó szereposztással, csak a teljes igénye nélkül. Jesse Eisenberg játssza a főszereplőt, Toby Fleischman karakterét. Ott van Lizzy Kaplan, mint az egyik legjobb barátja. Még egyszer, Lizzy Kaplan. Ahó. És ott van mellette Claire Danes, aki meg a feleségét, Rachel-t játssza szintén remek. Ja, ja és ott persze Eden Brody, hát Eden Brody-t meg aztán végképp ne hagyjuk ki, aki meg ugye Tobinak az egyik legjobb barátját játsza. És akkor rajtuk kívül még vannak egyébként pár ismerősebb arc vagy név. Ez a, ez a sorozat is november 17-én indult Amerikában hozzánk. Mi, mi, volt ez február legvégén? Érkezett, szóval hát igen, eltett, eltett jó néhány hét meg hónap. Um, ugye Amerikában tavaly végén ért véget a sorozat, hát hozzánk még ahhoz képest is nagyon, nagyon sokkal később érkezett ez a, ez a történet. Ugye a Flashman bajban van, az egy 2019-es regényen alapszik, amit, hogyha jól emlékszem, maga a sorozat alkotója Tefi Bradeser Akner írt annak idején, és ez volt az ő debütáló története, ami 2019 Ben jelent meg a Penguin Random House-tól, és ez egy érdekes sorozat abból a szempontból, hogy ugye ez egy ilyen Manhattani házaspárnak a történetét igyekszik elmesélni, vállásuktól kezdve. Vagyis pontosabban van kezdve, hogy az életük apró darabra hullik. És megmondom őszintén, hogy nekem, nekem tetszett ugyan az első két rész, hiszen dupla, dupla debütált, de nem biztos, hogy nekem az első kettő volt az, amire azt tudom mondani, hogy a Flashman bajban van, nekem pokolian bejött. Mert, mert nem élveztem, szerettem, tetszett, de valahogy mégis egy ilyen kicsit, kicsit középszernél jobbnak érzed, de, de, valahogy még sincs benne az a feeling, még sincs benne az, hogy, hogy annyira erősnek vagy jónak érezni a drámát, miközben azért van egyfajta ilyen nagyon-nagyon lájtos, nem tudom mi jó szó talán depresszív hangulata? De, nem igazán depresszív a hangulata, mert, mert nem az, csak van benne egy olyan érzés, Ezt nem tudom jobban kifejezni, Mindegy, van benne valami olyan dolog, ami miatt az, az a benyomásod erről az egészről, hogy valami nem klappol, vagy valami nem úgy sül el, vagy nem úgy alakul, ahogy, ahogy, kellene, és, és érdekes látni azt, hogy Tobi hogyan próbál meg végig szenvedni ezen az, ezen az egész dolgon, és hogy hogyan alakul a házassága lényegében, meg hogy hogyan próbál meg gyereket nevelni, miközben dolgozni próbál, miközben a gyerekei ki nem állhatják, vagy legalábbis a lánya ki nem állhatja, mert hogy egy olyan lepusztult pecóban lakik, miközben egy, egy menő orvosról van szó, és, és társaik. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog, hiszen ugye a vállás után veszi fel a fonalat, és ez pontosan egy olyan történet volt bizonyos értelembe véve, ami, amit én speciál lehet, hogy ezt tavaly évvégén el kellett volna kezdenem nézni, de, de ez egy olyan történet volt, amire nagyon-nagyon vágytam, mert ilyen sztorit relatíve, és itt ez a kulcs szó, relatíve ritkán látunk, bár ezért filmben meg tévésorozatban azért, azért sokkal sűrűbben fordul elő, és nem ez az, az a médiumon, bené, én nagyon-nagyon kíváncsi egy ilyen történetre, de baromira jó, mert Igazából ez egy ilyen lélekrajznak is elmegy, vagy lélektani rajznak is elmegy, és nagyon-nagyon jól tudja bemutatni a karaktereket, meg nagyon jól tudja bemutatni azokat a helyzeteket, amikben ezek a karakterek benne vannak, meg amikkel átmennek, és emiatt az egésznek van egy olyan érzése, hogy tök tökéletesen jól tud működni. Ugye, ha jól emlékszem, akkor talán Toby és Rachel olyan 10-15 évig lehettek házasok, több, több mint 10 igazából. Mondjuk 15 évig voltak házasok körülbelül, és ugye ez ennyi idő után válnak el egymástól, miközben ugye született két gyerekük is, és nekem az első két rész ugyan bejött, mert jó volt, de, de úgy Isten igazából nem volt benne semmi, ami nagyon-nagyon meg tudott volna ragadni, hanem, hanem egyszerűen csak olyan volt, hogy érdekel a történet, hogy, hogy mi fog történni. Érdekel az, hogy ki, ki váltak ezek a karakterek. De, de ha valódi okot szeretnél a Freshman bajban van mellett, akkor, a, akkor kell a harmadik rész. A harmadik rész az, az szabadkártya volt, azt a magyar címe ennek a résznek, ezt Mike Goldbach írta, és Valerie Ferris, illetve Jonathan Dayton, vagy Dayton rendezte, és szerintem ez egy, ez egy zseniális epizód volt, mert ez elmesélte az elejétől fogva, az első találkozásoktól kezdve, egy flashback-es epizód volt egyébként nagyjából, elmesélte azt, hogy hogyan találkozott Toby és Rachel még egy egyetemi buliban, és hogy hogyan szerettek egymásba, és hogyan váltak házassá, -e, vagy hogyan házasodtak össze, és hogy tulajdonképpen láttuk azt, hogy Rachel arra vágyott, ami Tobinak meg volt nyilván családi értelembe véve, és láttad azt, hogy hogyan válik két boldog emberből, akik szeretnek nagyon sokat sétálni, meg kint lenni a természetben, hogyan hidegülnek el egymástól, és hogy hogyan változik meg, is itt elsősorban, és amiért nekem nagyon-nagyon tetszik, az az, hogy Rachel az, aki igazából megváltozik, és Rachel az, aki nem jó irányba változik, és ő az, aki átcsap ebbe az önző nő személyébe, meg társaiba, és ez, ez, volt az a, az a dolog, ami, ami, szerintem iszonyatosan fontos volt. Aztán ugyanebben a részben meg be tudta azt is mutatni, hogy mi történik akkor, amikor ugye uh, megszületik az első gyereke, hogy milyen lesz a szülés utáni depressziója, hogy ez miért alakult ki, ez is, ez is tökre, tökre utazás volt, ahova elvitt bennünket, meg, meg az is, hogy, hogy, meg, hogy saját széget alapított Rachel, miközben, miközben ugye egy gyerekeivel volt, meg egy kicsi, kicsi céget, ugye színházi ügynökként dolgozik, még mi ugye férje ügyét. Szóval, szóval vannak, vannak, benne azért ilyen elég érdekes apróságok, meg nüanszok, amik, amik, tökre jól tudják árnyalni azt, hogy hogyan változik a két karakter, és hogy hogyan fejlődnek. Mert igazából, ami, és akkor itt, itt lehet megvitatkozni azzal, hogy volt-e bennem fejlődés, mert ban én baromira keveset láttam egyébként. rachel rengeteget láttunk, Rachel nagyon-nagyon elindult egy bizonyos irányba, nem jó irányba egyébként, de nem biztos, hogy annyira nagyon-nagyon rossz irányba az az egy tudti biztos, hogy, hogy ez az epizód, ez tele volt érzelmi hullámvölgyekkel. Tehát ez a 45-6 perc kb., amíg ez a részt tartott, az, az gyönyörűen el tudta mesélni azt, hogy mivé válik egy kapcsolat. És ez egyébként nem csak erre a kapcsolatra igaz, hanem szerintem a legtöbb kapcsolat ilyen bizonyos értelembe véve. És vannak olyan emberek, akik, akik úgy érzik, hogy van értelme küzdeni érte, és küzdenek, és meg tudják menteni a dolgot, sőt, jobbá is tudják tenni. És vannak olyan emberek, meg vannak olyan kapcsolatok, amikor meg pont az ennek közét érzed, amikor, amikor egyszerűen fölösleges küzdened érte, mert, mert már nincs meg, és nem lehet megmenteni a dolgot, és olyankor nem biztos, hogy, hogy az az elsőleges cél, hogy megmentsük minden áron. Rachel szerintem egy, egy Rachel, Rachel az első pillanatok ez egy unszipatikus nőnek ábrázolják, és ezért is volt érdekes nekem ez a harmadik rész, mert amikor először találkoztunk vele, akkor ő egy ilyen nagyon-nagyon hát nem biztos, hogy ez életvidám a legjobb szóra, de mindenféleképpen egy, egy olyan fószer, aki, vagy, egy olyan személy, aki, akire azt tudod mondani, hogy, hogy érdekes személyisége van, szórakoztató is, és kellő magabiztossága ki lehet jelenteni szerintem, talán egy kis túlzásra ugyan, hogy, hogy ő egy értékes karakternek tűnik. Amikor először találkozunk vele, akkor, akkor, tényleg az, szerintem egyébként. Az, aztán utána, ahogy tényleg múlnak az évek, azért a 10-15 évben azért rengeteget változik mindkét karakter, az életük is rengeteget változik, hiszen azért először összeházasodnak, utána gyerekük lesz, utána meg másik gyerekük lesz. Szóval azért érzed rajta azt, hogy, hogy azért a dolgok változnak, az emberek változnak, helyzetek változnak. És szerintem ez egy iszonyatosan fontos tulajdonsága volt ennek a sorozatnak, hogy egyetlen epizódba bele tudod zsúfolni egy kapcsolatnak az evolúcióját. Tehát bizonyos értelemben véve a felnek az első 15 percében te megkapod egy kapcsolatnak, egy ideális kapcsolatnak az ideális ívét. Amit itt megkaptál a Flashman bajban van a harmadik részében, az nem az ideális éve, hanem a valóságos íve. Hogy mi van akkor, amikor két ember, aki egymásba szeret, együtt marad, és hogyan alakul, hogyan változik a kapcsolatuk annak fényében, hogy ők hogyan változnak. Tehát ebből a szempontból szerintem a Flashman bajban van harmadik része, az egy iszonyatosan ígéretes epizód volt, és én pokolian várom a következő részét. Már csak azért is, mert kaptunk egy olyan csatlanót a végén, ami, amire azt tudom mondani, hogy wow. Nem, nem azért, mert annyira zseniás volt egyébként, hanem, hanem csak egyszerűen tényleg arra van szó, hogy, hogy érdekes volt látni ezt, ezt, a dolgot, meg, meg, érdekes volt látni egyébként a konfliktus forrásokat a házasságukban, mert viszonylag nagyon kevés volt. A legtöbb, az, az szerintem inkább récsőből fakadt. És érdekes volt látni egy olyan történetet, ahol, ahol, a problémák nem feltétlenül férfiból fakadnak, vagy nem éppen abból fakadnak, hogy a férfi mennyire szaralag, vagy mennyire nem jó férj, meg hasonló dolgok, meg nem jó apa, hanem, hanem egyszerűen abból fakadnak, hogy, hogy egyszerűen a nő az, aki másra vágyik. És, és ez a más, ez inkább egy karrier, inkább egy felfelő, ívelő dolog, sem egy boldog házasság, ami fura, mert ugye eredetileg fiatalabb korában meg arra vágyott. Csak aztán lehet, hogy ez mégsem biztos, hogy neki való, vagy hogy egyszerűen megfolytva érzi magát ebben az egészben. Nem, nem tudom, hogy mi, mi lehetett az, az érzés, de az, hogy a harmadik részben ábrázolták, iszonyatosan valóságosá tudta tenni. És szerintem ez egy iszonyatosan fontos dolog, meg tulajdonság bármilyen sorozat esetében is. És ha már románcokról van szó, és kapcsolatokról, és hogy milyen apróságokon tudnak múlni ezek a dolgok, akkor szerintem mindenféleképpen váltsunk egy témát, és ugorjunk az így jártam apátokkal második évadának, hát kezdjük a hatodik része, kezdjük a vég, kezdjük, kezdjük a végén ezt a történetet, mert ha románcra vágyunk, akkor mindenféleképpen tökéletes az, amit az előző részben felszetapoltak, Most ugye megkaptuk ugye, hát igazából a payoff-ot is, meg úgy kb. mindent is. Megkaptunk ebben a történetben, ugyanis Sophie és Oscar románcáról szólt az A történet szálunk ebben a részben, a B történet szálunk az valóiról szólt, és arról, hogy hogyan válik belőle egy boss bitch, vagy egy bitch boss? Hm, néha nehéz eldönteni, hogy melyik is ő valójában a főnöke hatására, és persze ott volt a C-történetszál, az meg ugye igazából el, nem, nem, is, nem, is, nem is az volt a C-történetszál, mert az igazából az beköthető, igazából majdhogy nem mindenkihez, szóval inkább mindegy. A C-történetszál az meg tök egyértelműen az, hogy Jack Judy vendégeskedett ebben az epizódban, tehát Judy Bíró nő vendégeskedett, szó szerinti értelmében Judy Bíró nő vendégeskedett, mert hogy, hát hogy menj, hogy, hogy lehet szépen megfogalmazni, hát ugye elterjesztették azt, hogy van egy bora, ami, ami iszonyatosan ihatatlan, viszont ugye mivel Charlie elkövetett egy bazinagy nagy hibát, ezért van egy csomó boruk, amit el kéne adniuk, és hát ugye kitalálnak rá egy ilyen ellentalácsára, kitalálnak rá egy ilyen nevet, egy sztár-celeb nevet, amire, amivel el lehet adni az adott terméket, és hát ugye John Judy jutott az eszükbe, és akkor egy Judy bírónőnek nőnek a bora lesz, ami szerintem szintén egy zseniális poén volt egyébként, meg hát az is, hogy Judy Bíró nő vennék ebben az epizódban, mindenféleképpen szerintem egy iszonyatosan király dolog lesz, de mindegy, mindegy, mindegy. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes epizód volt, sok szempontból. Nyilván Charlie történet száll volt az, ami a poénokat kellett, hogy szállítsa, és a legtöbb esetben számította is a poénokat. Tehát teh nekem semmi problémám nincs. Én nagyon, én megszerettem egyébként az utóbbi pár epizódban, pedig, az első évadban nagyon-nagyon ellene voltam, viszont most, most, kezdem azt érezni, hogy ő vagy a Benja humorával, vagy, vagy kezd helyre rázódni a humora, vagy éppen csak egyszerűen kezd kiteljesedni a karakter, ami szerintem egy iszonyatosan király dolog. És elkezdem meglátni benne nem azokat az értékeket feltétlenül, de azt a fajta stílust, ami ami miatt va Valerie beleszeretett, azokat elkezded meglátni, és elkezded másképp értékelni a karaktert, és szerintem ez egy tök jó dolog, mert, mert Csárlának rengeteg point biztosítanak. Az előző részben is, amikor ugye megpróbálta helyrehozni Jesséknek a, brománszét, az is egy viszontosan zseniális dolog volt, ami, ami szerintem szintén egy zseniális tehát önmagában a 205 az, az önmagában szerintem egy fenomenálisan zseniális rész volt. Nyilván az jessy centrikus szempontokból volt zseniális, ahol ugye benne volt meredith ebben a kapcsolatban, és hát nyilván ugye Meredith teljes mértékben kihasználta, és emiatt az egész egy olyan uh, kapcsolattá vált. De valahogy mégis ott volt ez az érzés, hogy vágyik szit társaságára, de közben mégsem, mert ugye nem mondhatod el, ott hagyja a turnét is, meg hogy szakítanak meredith meg mit tudom én. És, és, ezek, a, az apróságok, ezek így összeadódnak, és úgy annyira jó érzés nézni ezt a sorozatot néha. Nem, nem azért, mert egyébként felemelő, hanem, hanem azért, mert látod ezeket a karaktereket, és látod, hogy oké, okay, hogy egy epizódos romantikus kapcsolatokba kerülnek, ami nem feltétlenül a legjobb előjele egyébként bárminek is, de érzed rajta azt, hogy nagyon sok minden be tud mutatni ebben a tíz epizódban. Tehát nem, nem mondom azt hogy egyébként, hogy többet tud csinálni, mint mondjuk az így állt a anyátokkal 22 rész alatt, mert nyilván nem, vagy 24 részek alatt. De, de valahogy ebben a tíz részben rengeteg karakterpillanatot, emberi momentumot tudnak bele csempészni, és ez, ez szerintem elsősorban meg tudja különböztetni mondjuk az anyutól. Mert, a, mert az anyuban is rengeteg ilyen dolog volt, de az anyut másért nézted, az anyut elsősorban a humoráért nézted, utána meg a karaktereiért nézted. Ezt a sorozatot nem tudod sem a humoráért, sem a karakteréért nézni, mert a humora az közepes, legjobb esetben is, a karakterei azok érdekesebbek, Viszont a helyzetek, amikből ők belekerülnek, ahogy elmesélik nekünk a történeteiket, azok a nagyon-nagyon érdekes dolgok. És ezek azok az, az aspektusok, amiket én nagyon-nagyon szeretek. Úgyhogy, úgyhogy ez, szerintem ez egy iszonyatosan nagy uh, dolog volt. És hát ugye Jesse-nek is a történet szála az, hogy itt áll 30 év körüli állapotban, és ugye hát ott hagyja munkáját azért, hogy elmenjen a barátnőjével, az exével, akiből a barátnő élet ismételten turnézni pár hónapra, és ezért ott hagyja az iskolát és utána szakít a barátnőjével, utána, utána, nincs munkája, nincs barátnője, nincs um, életcélja, meg semmi, és egyszerűen ott találod magad, hogy, hogy elkezd mindenféle ügynökségeknél dolgozni, mert hogy Amerikában ez egy bevált módszer, mint ahogy egyébként Angliában is egy bevált módszer, hála jó égnek, hányszor mentették meg az életemet, ezek a lehetőségek, és itt van, itt van ez a Jesse, aki single, a singly, és egyszerűen csak nem tudod elképzelni róla azt, hogy, hogy hogyan jutott el ide az életében, és egyébként ő, is, ő maga is ezt kérdezi, Úgyhogy öm, szerintem ez mindenféleképpen iszonyatosan érdekes lesz. A hatodik rész a Universal Therapy címre hallgat egyébként, és Isaac Uptaker és Elizabeth Berger írták, és Pamela Fryman pedig rendeztem, mint hogy ez egy általában lenni szokott az így jártam sorozatok esetében, és szerintem ez egy iszonyatosan érdekes epizód volt. Leginkább nem is tudom, hogy kinek a szempontjából, hiszen, hiszen tulajdonképpen Ellen tűnik a legegészségesebbnek az egész gárdából, sőt, nem, Sid tűnik a legegészségesebbnek az egész gárdából, és ő, ő az, aki a legjobban ki tudtak vonni ebből az epizódból, hiszen neki nem volt köze Ellenhez, aki a második legegészségesebbnek tűnik abból a szempontból, hogy ugye Szofi folyamatosan tanácsokat kért tőle, hogy beszélgessen a pszichológusával, mert hogy, mert hogy, neki nincs rá biztosítás, és nem tud elmenni rá. Aztán ott van nekünk Valeri, aki rájött arra, hogy mekkora nagy ribanszát, vagy ringyó, vagy, vagy kiállhatatlan vénség, ez most kis túlzás volt, de mondjuk azt, hogy kiállatatlan lett, belőle a főnöke mellett, és hogy mennyire rossz hatással van rá, és ott van nekünk Jesse, aki, aki szingli lehet, nincs karrierje, nincs le lehetősége, és nem akar visszamenni Drewhoz, hogy visszakönyörögje hoz, vagy magát az állásához, miközben, mert ugye az azt kéne mondani, hogy ugye Drew is mondhat neki, hogy ki kell mondani azt, hogy who's your daddy? Drew is your daddy, vagy valami ilyesmit kellett neki kimondatni, annak érdekében, hogy az állását, mert hogy egyébként Drew figyelmeztette arra, hogy minden zenész előbb-utóbb visszatér az iskolába. És, és, hát ez, ez így király gondolat volt, ez, az, hogy hogy tudták megtartani ennyi ideig az állását, az, az számomra egy rejté volt. Ugye Szafi esetében a konfliktus falást az ugye azt jelentette, hogy, hogy az anyjának a hanvait az beletették egy gyémántba, és ugye ez volt az a gyémánt, amit Oscar folyamatosan magán hordott. És, és amikor rajta volt, akkor jó volt a szex, amikor nem volt rajta, akkor meg éj volt az egész. És, és ez egy tökre érdekes dolog. Ugye ez, ez egy olyan dolog, amire Oscarnak fogalma sincsen, Viszont ugye Sophie felhívja rá figyelmet, és ugye tök, tökre, jól működött szerintem az a poén ott a végén, ami, ami ugye kvázi egy payoffként tudott, tud, tud, ezt a történetszállat megmenteni, és tud, tud elérni azt, hogy én beszélni akarok erről a történetszállat, mert szerintem baromira jól működött az a része ennek, ennek, az egésznek. Úgyhogy, úgyhogy emiatt mindenféleképpen az egy tökre érdekes történet volt, hogy mi van akkor, hogyha van egy x ami hát kicsit több, mint egy x és ez az x ez vajon egy olyan dolog, amit el tudsz viselni a másikon, vagy éppen sem. Bizonyos értelemben valahol ez volt az egyik kérdője, de igazából nem erről szólt, hanem ahogy elemziológusa, akit én imádok, ugye Gypsy volt a szívek szállodájából, elmondta neki, itt tulajdonképpen nem arról van szó, hanem konkrétan arról van szó, hogy mindenben próbál valami hibát keresni, és próbálja szabotálni az egész kapcsolatot, hiszen amúgy meg túl tökéletes lenne az egész kapcsolata Oszkárral, hiszen Oszkár egy megsrác. Ez, ez szerintem tökre egyértelműen lejött az előző részekből is, vagy előző részből is, és hát most is ez volt az emberek az érzése, csak, csak egyszerűen valahogy tényleg az volt az egésznek, hogy, hogy valószínűleg a nyitott kommunikációval ez az egész helyzet elkerülhető lett volna, tehát nyilván Szofi nem az a típus, aki, aki nagyon, nagyon szeret um, nyitottan beszélgetni különböző dolgokról. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, 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 ezek a dolgok miatt mindenféleképpen egyszerűen érdekes dolog volt. A szemdélyen, miután Szofi elkezdett kérni jelent, hogy beszélgessen a terápia utájával, a problémáiról, meg ezekről a dolgokról. Utána meg mindenki más is elment hozzá, és megkérte, hogy, hogy izé, jaj, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. És, és imádtam, amikor ugye bemegy, és akkor azt mondja, hogy valami is úgy mondott ellen, hogy, hogy ezen a héten rengeteg mindenről kell beszélnünk. És, és zseniális volt, utána meg ki is rúgta. És, és, utána, hogy a többiek visszakanyarakték, az, az, szerintem zseniális volt. Tehát egyszerűen érzed rajta azt, hogy, hogy jó, jó közegben van, meg jó emberek között van, és egyszerűen érzed az, ezt az egész társaságban, hogy, hogy ők egy jó társasággá kovácsolódtak össze. Nem tudom, hogy mikor történt ez, de, de egyszerűen tényleg azt érzed rajta, hogy ők jó barozban és barátok, jó barátok. Közel állnak egymáshoz, és szerintem ez egy tök jó érzés. Baromira ritka szerintem, amikor, amikor ennyire jól tudja megragadni egy történet aspektusait egy bármilyen egyéb dolog. Úgyhogy, úgy, nekem ez mindenféleképpen egy kedvenc epizódom volt. Mondom mindezt úgy egyébként, hogy a múlt hát szerintem nem beszéltem, amikor ugye Char, uh, Jesse és Meredith szakítottak a koncert előtt, közvetlenül nem sokkal, mert hogy uh, igazából már kezdett Jesse számára túl sok lenni az a dolog, amit, amit Meredith kér, és igazából mindenek úgy kellett ábrázolva lennie, hogy, hogy ez Meredithnek legyen a legjobb. És Szerintem ez egy iszonyatosan érdekes um, rész volt, mert érdekes volt látni egy olyan kapcsolatot, ahol, ahol egyrészt nem a férfi dominál, hanem, hanem, az van, amit a nő akar. És érdekes volt látni azt, hogy Jesse mennyire próbál küzdeni annak érdekében, hogy ne, ne váljon papucse, de közben mégsem mer megszólalni, vagy mégsem mer tenni ellene, hogy papucsot csináljanak belőle, mert, mert, egyszerűen annyira félti a kapcsolatát, vagy annyira, annyira félti a nőt ebben az egészben, hogy, hogy egyszerűen nem mer kiállni saját magáért, ami nyilván egy tökéletes antiszexi dolog egy férfi esetében, amikor nem képes arra, hogy kiálljon saját magáért. De, de mindegy. Szóval, szóval, ezek, ezek voltak azok az apróságok, amik, amik szerintem érdekesen, érdekesen működtek benne. Nem feltétlenül volt az egyik legjobb epizód, de, de, mindenféleképpen egy iszonyatosan érdekes epizód volt. Szerintem ez egy Voltak jó pillanat egyébként a hatodik résznek. Szerintem az ötödik részben talán ez, ez a Jesse Meredith konfliktus forrás, vagy nem tudom, minek nevezzük, ez sokkal jobban működött. Szerintem az jobban ki volt dolgozni. nem feltétlenül a legtökéletesebb dolog volt, de mindenféleképpen jól építette előrébb a történetet. A hatodik rész nem feltétlenül tett meg ilyen dolgokat, szerintem egyik karakter érdekében sem, hogy megpróbál egy kicsit előrébb vinni a történetüket, hanem, hanem ez egy ilyen tökre jó kis kiragadott, bizonyos majd majdhogy nem filler epizód volt, mert egyik karakter sem, pedig fe... igazából ez nem igaz, mert ha belegondolok, akkor mindegyik karakter rengeteget fejlődött, rengeteget tanultak, legalábbis bízom benne, hogy rengeteget tanultak ebből a, ebből a dologból, és, és hogy a következő, életük következő szituációiban nem ezeket a hibákat fogják elkövetni, de ez, ezért tud ez a sorozat szerintem annyira emberivé válni, és ezért tud annyira jó lenni, mert, mert hogy tudsz velük azonosulni, hibáznak, emberi lények, és ez tökre jó érzés. Végül, de nem utolsó sorban, ha már az előbb beszéltünk egyébként Star Trekről, is említettünk És ő igazából ez már egy olyan hét, amikor nem láttam új szárteket, és nem beszéltek a Pikád új epizódjáról. Gyorsan megemlíteném azt, hogy Chris Pine az SKM-nek nyilatkozott a héten, hogy szerint a Star Trek franchise el van átkozva. Mert hogy ők egyébként, mint színészek, ők az utolsók, akik, akiknek beszámolnak arról, hogy mi fog történni ebben a franchise-ban, és hogy ők olvasák a kb. utoljára az a forgatókönyveket is, ami önmagában egy what the fuck. Is going on. De ez egyébként tökéletesen meg tudjam tenni azt, hogy a mennyire nincsenek képben a szertek jelentőségével, meg hogy hogyan kéne vele bánni. És ez nem biztos, hogy egy rossz dolog elnéző, hogy mi történik a Star wars a másik oldalon, ami pff, újabb brutális katasztrofális irányokba tendel. Visszatért a Mandalori. Igazából ezt akartam ebből az egész dologból kihozni, meg persze megemlíteni a Star Trek-et, mert imádom a Star Trek et és imádom Chris is. És bár nem értek egyet a modern Star Trek filmeknek a világával, azzal egyetértek, hogy kellene egy negyedik film, igenis szükség lenne rá, mert hogy a modern közönség szemére az a Star Trek. Az én számomra nem az a Star Trek, sőt, az én számomra nem az a jó Star Trek, de én már csak ilyen régi vágás vagyok, aki az új nemzedéken és az Eleti sorozaton nőtt fel, meg a voyager en meg, meg azokon a szártak sorozatokon, amik jók volt. Na mindegy. Szóval, Mandalóriról fogunk most egy kicsit beszélgetni, méghozzá azért, mert a harmadik évad visszatért március 1 az első epizódjával, harmadik évad első rész március 1 harmadik ó elsőjén. Ha, 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 zseniális, zseniális húzás volt. Egyébként ez volt a 17. fejezet ebben a zseniális történetben, és Hát um, Grogu ismételten Grogu volt, és uh, nem szintén, az hogy ez a 30 perc az nekem katasztrofális volt. Tehát ugy, ugyanazt éreztem, mint amit az első, meg a második évad során, hogy egyszerűen nem tud -e lekötni. És nem azért, mert Star Wars, mert a Mandalorianban van lehetőség, meg van potenciál, de egyszerűen nem tud lekötni. És ez, ez, olyan szinten fájdalmas a számomra, hogy, hogy már nem tudom hova tenni ezt a dolgot. Pedig, pedig igazából ez egy, Tökre jó érdekes dolog volt. Sőt, el, elmondom, elmondom, mi volt az egyetlen jelenet, ami, ami nálam kicsapta a biztosítékot, de a totális mértékben kikészültem. Vol, volt egy jelenet, szerintem még talán a leges volt, amikor ugye, sőt igen, a, a nagyon Határzattal legelején volt, amikor ugye ott vannak a, a Mandalornak a, vagy pontosan ott, ott vannak egy ilyen beavatási szertartás kellős közepén, és egyszer csak kiugrik a vízből egy geci nagy aligátor és akkor nagyon finoman fogalmaztam meg. Ami azért nagyon-nagyon durván vicces, mert, mert az Assyrium, akik ugye, hát ugye Sharknado filmek mögött is állnak, illetve egyéb zseniális ö, értékteremtő dolgokat is készítenek, pont a héten vagy múlt héten jelentette be azt, hogy idén nyáron érkezik majd az Attack of the Mad Gator című film, ami lényegében pont erről szól, hogy egy geci nagy aligátor kijön és elpusztít egy várost. Mert legalábbis felteszem, hogy a plakát alapján, hogy valami és miről fog majd törni, vagy szólni ez a történet, és hát igen, Attack of the, ga the Mad Gator, mindenféleképpen meg kell néznem ezt a filmet, mert ez annyira szalnak hangzik, hogy, hogy muszáj lesz látnom, meg muszáj lesz átélnem, meg megtapasztalom, hogy mennyire, mennyire pocsék is tud lenni, bizonyos értelemben véve. Ne, nem tudom, igazából ez egy tökre vicces szituáció szerintem ebből a szempontból, hogy ez a színpont egy ilyen jellegű filmen fog majd előtt jönni, és igazából az az érzés, hogy ezek a mandalóriak, ezek, ezek jó harcosok, meg ki vannak képezve, meg okosak, meg eszesek, meg mit tudom én, micsoda, de, de amikor nézed, hogy küzdenek ezzel az aligátorral, és így folyamatosan így a kezükből érted, kilövik ezt a a, zét, a, a nem, mi, mi, az Istennek hívják ezeket a kis köteleket, vagy mi az Istent, hogy ez majd beakad, és akkor majd ezzel le fogják tudni fogni. Hát mert ne félre, de tök mindegy, hogy hányan vagytok. Tehát azért ti emberek vagytok, és bármilyen erős is ez a kötél, nem fogjátok tudni ezt a bazi nagy izét és, és, egyszerűen nyilván, amikor megmozdul, akkor mindegy köröpül. És, és, akkor beleesnek a vízbe, és akkor az egyiknek ki kell húzni a másikra. de igen, akkor mind nem ketten veszélybe kerülnek, és mit tudom én. Szóval annyi baromsággal volt el ez az egész epizód, már a nyitó pillanatoktól kezdve, hogy, egyszerűen csak pislogtam, hogy what the action, fuck is happening. Mert bármennyi is jó volt, meg látványos volt, meg igazából a cgi jel nekem nagyon kevés szerv, vagy nagyon kevés esetben voltak problémáim. Voltak problémáim, mert egyébként nem voltak érdekes a CGI, tehát azért szögezzük le, voltak pillanatok, amikor azért kilógott a róláb, és ez főleg inkább itt a, hát nem is tudom, igazából, tal talán, talán, nekem itt a nyitó érződött nagyon, meg volt, volt, egy másik pont, ahol, ahol szintén ez volt a benyomásom, hogy i hát itt nagyon-nagyon nem sikerült a CGI, annyira, mint amennyire kellett volna, itt azért érezted. Pedig, pedig azért a mandalori ez tipikusan egy olyan dolog, amiben azért beleölik az időt, a pénzt, és valahogy egyszerűen mégsem tud tökéletes lenni, totálisan valóság hűtlen. Igazából a legtöbb esetben, de mindegy. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, mert egy kalandnak kalandot indított el. Tulajdonképpen elindított az évadnak a, a történet ami valahol folytatja az előző évnek a történetét, de közben valahogy mégis egy olyan lassan felépített és összetákolt epizód volt, ami igazából csak így pillanatokat tud megmutatni, és ezek a pillanatok jók. A pillanatok működnek. Csak az a baj, hogy ezek pillanata. Nem érzed rajta azt, hogy lenyűgöznének. Nem érzed rajtuk azt, hogy, hogy ezek le tudnának kötni. Nem érzed rajtuk azt, és nekem ez a legnagyobb bajom ezzel a sorozat továbbra is, mint amit volt az első két és is, nem érzed rajtuk azt, hogy egyszerűen ki tudnának váltani belőled bármilyen érzést. Hangsúly még egyszer, bármilyen szó van. Mert, mert egyszerűen, egyszerűen, nem. Tehát vannak ilyen jó pillanatok, amikre azt mondod, hogy ú, ez nagyon tetszik, ú, ez nagyon jó, ú, ez nagyon jó, de, de közben ott van egy csomó olyan, hogy jó, ez most miért kell, ez a jelenet, erre mi szükség van, ez a párbeszéd miért kell, ennek miért így kell történni, ennek miért úgy kell történni, és egyszerűen tényleg azon kapod magad, hogy, hogy ott állsz és nézed, és vakargatod a fejed, hogy what the f is happening? És nem jössz rá, egyszer, egyszerűen nem jössz rá, és, és, ez egy annyira fura érzés, miközben, miközben Mandalorinak tök egyértelmű, hogy van egy küldetés, és a küldetését vissza csinálni, Mert meg akarja csinálni, ugye arról, arról szól, hogy el kell menni a Mandalori felszínére, viszont ki kell hogy az létezik-e, ahhoz viszont szüksége van erre a robotra, aztán ez meg az, meg amaz történik benne. Szóval igazából mozgalmas volt, meg egy kalannak nem volt rossz, de úgy Isten igazából semmi extra nem történt benne, azon túl, hogy felkértek marsálnak, de de tényleg egyszerűen, semmi nem volt benne, és Grogun is valahogy meglátom, állandóan azt érzem, hogy ez cuki. És ez azért van benne, mert hogy cuki. És nem érzem rajta azt, hogy neki igazi funkciója lenne. Nem érzed rajta azt, hogy megpróbálna megvédeni akár a mandalórit, nem érzed rajta azt, túl azon, hogy kötődik hozzá, iszonyatosan kötődik hozzá, nem érzed rajta azt, hogy neki mi az Isten a funkciója, és ez iszonyatosan irritál. Most már így a harmadik évad kellős közepén. Az egyik legjobb grogóhoz köthető jelenet szerintem egyértelműen az volt, amikor a hipertérben, vagy hiperugrást hajtottak végre, hogy az Istenbe hívják itt is, ezt a dolgot, és, és ugye ott látod Grogu-t, ahogy nézeget kifelé, és látja egy ilyen purgélnak, vagy mi az Isten szának a, a sziruettjét. És szerintem, szerintem, az volt az egyetlen olyan pillanat, amire azt mondtam, hogy wow. Nem biztos, hogy ez volt a legtökéletesebb CGI, amit -e, valaha láttam, de, de wow volt ez számomra ez a, ez, a, ez a rész. És ez volt az egyetlen olyan pillanat, amire azt tudtam mondani ebből a szezonnyitóból, hogy WOW! <laughs> Úgyhogy úgy, én mindenféleképpen nagyon-nagyon örültem ennek, ennek, a, ennek az egésznek, mert, mert tényleg ez volt az egyetlen olyan pillanat, amire azt tudtam mondani, hogy na ez emlékezetes! Na ez cuki! Na ez, ez valami olyasmi, ami, amire azt tudom mondani, hogy Star Wars-os, abban az értelemben véve, ahogy amilyenek én szeretném a Star wars látni. Mert nyilván egyébként senki más rajtam kívül hogy nem akarja egy Star Wars című történetben cuki pillanatokat látni, meg, meg átélni emberi momentumokat, meg hasonló dolgokat, úgyhogy nagy valószínűséggel egyedül vagyok ezen irányú vágyaimmal, meg ábrándozásaimmal. Na, mindegy. Szóval szó, szó, szerintem ez a 30 perc egyébként jó volt, mert abból a szempontból volt jó, hogy nem volt zsúfolt, de nem volt túl szűk sem. Te, tehát valahogy úgy tele volt felesleges pillanatokkal és jelenetekkel. Igen, mint minden egyes Star Wars történet, kellenek benne, hiszen nem lehet mindig minden CGI-vel megoldani. Voltak benne cuki lények, például azok a kis törpék, akik azok a kis manók, vagy nem tudom, minek nevezzem őket, ők például baromira cukik voltak, akik ugye próbáltak meg összeszerelni a gépet, és ahogy, ahogy beszéltek, és akkor így, így, a hangjuk, meg a hanglejtés, meg mit tudom, hogy azt szerintem baromi cuki volt. Azt, azt élveztem, meg iszonyatosan imádtam, szeretnék én is ilyen szerelőket az életemben, mint amilyenek ők, mert, mert az élet egyszerűen jobbá tud válni ettől az egésztől. És voltak benne baromira jó kis díszletek, jelmezek, amik, szerintem szintén nagyon-nagyon jól tudtak működni, és az egésznek megvolt ez a fajta tökre jó kis hangulata, plusz ugye két szakoff is benne volt ebben a részben, mint Bokatán, aki csak úgy ült tök vagányan, és inkább én pontosan úgy éreztem magam egyébként az egész epizód során, mint, mint ahogy Bokatán. Hogy ülök, nézek, és várom, hogy véget érjen. Mert, mert körülbelül erről szólt nekem ez az epizód. Tökre jó volt, meg voltak benne jó pillanatok, de, de úgy Isten igazából nem tudott olyan nagyon-nagyon sok sokat hozzátenni szerintem a történethez. Nem érzem ilyen személy szerint azt, hogy előrébb vitt volna bármit is, nem igazából érzem rajta azt, hogy ez mindenféleképpen egy ilyen nagyon-nagyon érdekes történet lett volna, nem hiszem azt, hogy volt, lettek volna benne igazi valódi konfliktusok, nyilván nagyon jól tudjuk azt, hogy mi a, mit jelent a mandalóriság, nyilván, nyilván, nagyon jó tudjuk azt, hogy mit, jelent, mit jelentenek ezek a dolgok benne, de egyszerűen nem igazán érzed rajta azt, hogy lenne tétje az egész dolognak, vagy történetnek, vagy kalandnak, vagy nem tudom, mi az Istennek kell lennie, egyszerűen tökre hiányos volt szerintem ez a rész. Lehetett volna jobb? Na láhogy lehetett volna jobb. Baj, hogy nem lett jobb? Igen, ne, nekem, nekem igen, Te, tehát azért az első évad az, az katasztrofálisan unalmas volt. Hogyha nem egybenézi az ember. A második évad katasztrofálisan rossz volt szerintem, bár voltak jó pillanatai, meg voltak benne olyan elemek, amik, amik wow. Csak csak az a baj, hogy ahogy, ahol véget ért a, a második évad, hogy, hogy azután meg az a világon semmi hasonló dolgot nem kapunk, az úgy már nekem egy kicsit olyan. Mm, kicsit átvertve érzem magam. És, és nekem ezért sem tetszik különösebben a mandalóri, és nyilván ezek azok olyan apróságok, amik amikre az ember azt mondja, hogy hát igen, ezért, ezért nem tud úgy működni ez a sorozat, mint ahogy szeretnénk, hogy működjön meg ezért nem működik mindenki számára. Nem, nem tudom, én, én úgy vagyok ezzel a Mandalorival, hogy láttam már jobb sorozatot, maradjunk, maradjunk ennyivel. Hiába ez még csak a 17. része volt, de ez már a harmadik évad gyerekek, tehát itt valami tényleg össze kéne kapni, és valami történetet kéne letenni az asztalra, mert, eddig, úgy Isten igazából a Grogu kívül nem sok minden történt. Na, hát én így gondolom, én így vagyok ezzel az epizóddal, remélem te másképp láttad, bízom benne, hogy, hogy neked azért egy pár fokkal jobban bejön ez a sorozat, meg ez a történet, meg, kb. minden, ami, ami egy benne van ebben, ebben az egészben. És hogyha így van, akkor gyere és beszélgessünk róla lent a kommentekben, mert valamire érdekel a véleményed, mind arról, hogyha nézed a Walker independence az 1583 at a Flashman bajban volt a Disney plus esetleg nézed a The Company You Keep az így jártam pátokkat, vagy éppen ugye, amiről most beszéltünk nemrég, a Mandalorit, mert hogy ezek, ezek mind, mind érdekes témák, és hogy kíváncsi vagyok arra, hogy neked melyik azok a sorozatok, amik jelenleg bejönnek, mik azok a sorozatok, amiket te jelenleg nézel, mik azok, amik lekötnek, miért nézel egyáltalán sorozatokat, és mik azok a dolgok, amik számodra érdekesek tudnak lenni ezekben a produkciókban. Beszélgessünk sorozatokról, zenéről, filmekről, popkultúráról, lent a kommentekben, vagy éppen e-mailben, a podkultpanelkuk az gmail.com címen, esetleg a BMW Podcast Facebook oldalon, ahol szintén megtalálhattok, és iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, találkozunk a legközelebb, akkor már valószínűleg, jó kérdés, nem valószínű, hogy aktuálisabb dolgokkal fogok jelentkezni, hiszen egy hétig nem fog nézni semmit, ugyanis jelenleg, én, ha minden igaz, akkor most Firenzében vagyok, ha még élek, bízom benne, hogy még így van, úgyhogy majd mitem visszajöttem Olaszországból, utána majd beszámolok mindenről is, és még rengeteg egyéb popkulturális dologról, ami addig fog történni, addig pedig popkultúrában rendkívül gazdag kívánok. Fraser has left the building.